Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Klassz FM-en. 6 óra múlt 15 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jani, hello, sziasztok. Feri, hello. Hello. Jó reggel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk újra. A hosszú-hosszú országjárás után, gyerekek. Néha is tud az ember örülni egy kicsit a stúdiónak. Én most nem. Nem? A hosszú országjárás, várj, mondom neked, szerda reggel elindultál otthonról, és csütörtökön délután. Volt benne kilométer. Az igaz. Tehát mire átjutottunk Alsóörsről Sárvára, mire Sárváról haza, tehát az így volt túra. Jó, de mondtuk, picit lazított rajta, egy kis palacsintázás, meg lángosozás, az azért az jót tett, de hogy egyébként egy picit tényleg hosszú volt az út. Hosszú. De én most azért nagyon jól éreztem magam Sárváron, úgyhogy hát fele tudja, hogy meg ugye a visszaút. Hát, tehát, hogy azért Ferivel jöttünk visszafelé, azért melós Sárváról eljutni az M1-esig. Jöttünk. Arra jöttetek Sárváról? M1-es felé? M1, persze, Csorna. Hát azt az útfelújítást, ami az ott most nagyon kemény, lehet, hogy Veszprém felé kellett volna. Igen, még jó, hogy mondtam, hogy Csorna felé menjetek. Igen, nagy meggyőződések, kérdezem Balázs, merre menjek? M7 vagy M... Figyelj, M7 nem menjél arra, Veszprémért egy 8-as, nem jó, csak fölfelé. Hát ott álltunk egy 2 órát. Csak az M1. Belenyújtunk mi is. Ott van Csorna előtt egy olyan körforgalmat építenek, hogy az ott nagyon. Én már közben felmentem a netre, hogy nézek egy képet egy autópályáról, mert ma annyira hajtoztam a látványra, hogy jöttünk. És hát Feri mondjuk eléggé ügyesen vezet, tehát hogy itt nem volt nagyon beszuszakoltuk magunkat két kamion közé, aztán fél óra múlva megpróbáltunk előzni, de mégse. Szóval ilyenek nem voltak, tűnt, azért, lehetett, de... azért minden kiskaput megtalált, én úgy vettem észre, és ehhez képest is csak jöttünk, őszültünk, ráncosodtunk, őzösen. Hosszú volt. Igen. Na pont erre gondoltam, hogy most jó egy kicsit visszaérni, mert mi is tegnap nagyon 3 órát jöttünk Sárváról, pedig az út 2 óra alatt megtehető. Csak ugye hétköznap jössz, nincs kamionstopp, rengeteg kamion van, tehát a hétvégén megy az ember Sárvára, vagy minden ilyen helyre. Ahol akkor azért így nincs kamion, és hát azért az a Csornáig vezető út, meg az M1-esig vezető út, hogy ez nagyon kemény volt. Mi már nem fogjuk megélni, hogy ott autópálya legyen, de... Szóval így érzed? Hát figyelj, ott olyan falvakon keresztül mennek autópályák, hogy én mondom, is tudom, hogy lehet ott élni, de komolyan. Az egyik szakasz már kész van, ugye? Mert ez a Győr meg a Sopron közötti autópálya. Hát lesz. Az a szakasz egy 2 kilométeres szakasz. Hát van már akkor pálya. Fölterelnek, nézd, 1,5 kilométert az autópálya, majd leterelnek. Igen. Tehát azért az a kéztől még azért nagyon messze van. Aki a kicsit nem becsülje. Az az M86, vagy mi lesz az valami ilyesmi? Igen. Az annyira van kész, hogy egy 1,5 kilométerre teker. Csorna után fölmész az autópályára, majd lejössz, és még mész egy 10-est az M1-esre. Hát amikor már így megérezted az autópálya ízét, akkor már ott van a lassítás, 110-80 kanyar, körforgalom, és akkor még utána egy 10-es az autópályáig. Na mindegy, itthon vagyunk, viszont hétvége közeledik, és 3 napos ünnep közeledik, úgyhogy jövő héten csak kedden kezdünk, úgyhogy... És hát jó idő is lesz. Remélhetőleg a hétvégén, legalábbis én nem láttam semmiféle rémhírt fönt a neten, úgyhogy jól fogjuk érezni magunkat. Teljesen hibátlan az időjárás. Ilyenkor más esetben én azt csináltam volna, meg azt is fogom egyébként csinálni a klassz nyár során, hogy ha pénteken vagyunk, akkor ott maradunk. Uh-huh. Megpróbálunk egy napot akkor a családdal kiütni, és akkor ott együtt tölteni az időt. Nekem olyan péntek hangulatom volt tegnap már egész nap, olyan fura volt most bejönni. Tehát vidéki kitelepülések után már nem jövünk be, mert hogy ugye hétvégén végződik, pénteken. És ez így valahogy ilyen fura, egész tegnapi nap így lebegve ilyen péntek érzéssel. Tudod, van, amikor érzel szállatom egy napot. Szállatom kedden, pénteken nem jössz. Ja? Igen. Amikor érzel egy napot, de nem az van. Mit tudom én, csütörtökön pénteket, szombaton már azt hiszed, hogy vasárnap van, vasárnap hétfő. Igen, tehát hogy mindig van az a típus, amikor érzel egy napot, de rájössz, hogy nem az van. És többször kell magadban realizálni, hogy nem, ez nem az. Tehát ez még nem, ma még van egy munkanap. Na, még van egy munkanap, de hát ez gyorsan elmegy már igazából, úgyhogy nem fog-e sokáig tartani. Meg ha reggel úgy indul, ahogy nekünk indult Ferivel, neked még nem, hiszen nem láttad az egyik a bulvárlapnak címlapját, hát itt irigykedtünk Ferivel, hogy hát bizony, vannak, akik tudnak élni mellettünk, elment ilyen szempontból az élet, de hát... Hát 2 fotó van igazából, mondhatom az egyiket, ez még a jobbik verzió itt, hogy... Pucérnőről szippantott fehér por. Igen, van, tehát van egy mesztelen nő, aki egy leszálló pálya van banán és eper darabokból, de várjál, megjelenik ez az újság, és mész 2 kor a gyerekedért. Tudod, képzeld el a szitót.
Polgármester úr, elnézést kérek. Reggel ez így megjelenik, hogy mindenki megnézi, te is elindulsz szépen befelé a városba, ha autóval mész, akkor még nem, az elismerő tekintetekkel még annyira nem találkozol, de benne a munkahelyen, aztán később, amikor kettőkor becsöngetsz a bölcsé, vagy az óviba, jöttél a kis krambóért. Hát habzsolja az életet, gyerekek. Hát most mi ezzel a bajnak? Hát tulajdonképpen nézd, mindenkinek nem érződik az irigykedés a hangon. Mindenkinek van régi fotója, ahol egy elrontott frizurával állsz, egy rossz ruhában, amit úgy nem nagyon akarsz, hogy kikerüljön. Hát szerintem hát, neki ebben hát a kategóriába tartozik. Igen. Hát igen. Ennyi. Hát figyelj, hogy csoda, hát vega vagyok, persze, hogy rágerjedtem arra sok banára, meg erre. Érted? Csak a friss gyümölcs miatt mondom. Szép is. Szép is az. Azért jó, amikor ilyen csontvázak borulnak ki a szekrényből, nem? Igen. De nem tagadja a múltját, és ez szép. Hát nehéz is lenne. Ugye? Nehéz is lenne, mert ha még háttal guggolna. Na most azért az a gyümölcstál nem néz ki. Ugye, hogy nem. Na most abból a fotóból érted, szeretem lehet a friss eperkelyhet. Hallott. Tehát azért értem. Hát szódabikarbóna is lehet. Így van. Hát, megint nyára sok gyümölcsök kell fogyasztani. Hát meg most nem mondjuk már, hogy ez biztos, hogy ő, mert nézd meg, mindenütt, ahol az arcát látnád, ott elmosódott már a fotó az újságban, érted? Hát, ahogy nem akarom látni magam, az nem a címlapkép, hanem a belső kép. Ahogy egy kredencre kuporodva mesztelenül ráhajtod az orrodat, és oldalról valaki fotóz. Ilyenkor ki csinálja a fotót? A legjobb haver vagy, szerintem akkor, vagy a hölgy? Nem, akkor haver, aki ott van, csak tudod, egy év múlva belenéz a telefonjában. Ja, nekem van egy ilyen fotóm is. Ez hát még akkor... jól jöhet? Igen, ez még egyszer sokat ér. Na mindegy, gyerekek. Aj. Most csináljuk a mintit, vagy később? Anna? Most guggolsz a kredenc mellé, majd valami. Én, hát Annát kell a kredenc mellé guggolni. Ja, tényleg. Gyere be, Anna, egy picit. Hogy is van ez? Ne sumákolja, hogy dolgod van. Sumákolj, kabu telefonálsz, mi? A kancsukát a korbácsot az ústól. Kabu telefonálsz, mi? Na mi van? Te, reggel te olyan mi sok a dolgom, be? Nem érek rá. Sok a dolgod. Mi éppen minket árulsz el valami, nem tudom miért. Turkevei hétvégéjére a Abacus Hotelben. Tudod, tegnap azt írták, csak 20%-kal. Na ez a neve. 20%. Szóval te tudtad az elejétől kezdve? Persze. Te szemét. Tudtad? Tudtam, hát persze. Hagytad, hogy esetleg felmerüljön bennünk, hogy esetleg eredeti. És itt ezen mi itt gondolkozzunk és filózzunk, és hónapok óta ott röhögsz a kuckódban. Igen. És mondom, hogy Anna, csörögjünk már a Pista bácsira, és magadban kucorogsz közben. Igen. De nem lehet. Nagyon el kéne popsizni, gyerekek. Nagyon miért el kéne popsizni. Nem lehetett ide jönni tök őszintén, és azt mondani, hogy gyerekek, ő nem az, aki... Ne hagyjátok magatokat megvezetni. Nem lehetett. Olyan jól fölépítette az egészet. Tetszett az elején. Igaz. És utána én azt mondtam, hogy figyelj, ez a figura maradjon, ne, ahogy ő elmondta nektek tegnap, ez így történt. Na, sajnáltam volna. Hát ez van, fiúk. Mm-hmm. Most mit legyek veletek? Hány hallgatóval van ilyen kis titkos paktumod, engem az érdekelne, hogy ki hogy kerül adásba? Kinek mit ígér? Ugye? Ki mit ígér neked? Hogy jönnek a hármas ugrás játékosok? Mi van itt? Tegnap zseniálisakat írtak egyébként. Hogy? Mi volt? Például írta az egyik, hogy én is a Barátok között kellett beígérnem az Annának. A Barátok közbeli szereplést? Vagy igen, Gábor néven szerepeltem. De valójában Kalamát Üdv Tamásra. Kolosi Péter. Nagyon szép, nagyon szép. Hát ez van. Nem kell nektek mindenről tudni, Balázs, nézz oda. Nem kell mindenről tudni, a vége legyen jó, nem ez a lényeg? Ülsz a kis kuckodban, be fogunk drótozni. Dehogy is, nem kell, maradjanak titkaim. Csináljunk egy ilyen benyomó gombot, hogy kivezetünk ide egy behallgatót. Aha, persze. Időként. Hallgass csak. Megnyomunk egy gombot, és halljuk, hogy miről beszél. És behallgatjuk, nem? Hogy hosszú hétvége, nagy hotel, jó? Aha. Ne játszol. Figyelj, a gyerek kinőtte már a régi biciklit, most már tényleg kellene két szép kétér. Arra gondolta, hogy rózsaszín legyen, kittyes. Ha ez megvan, lehetsz a nap hallgatója, de igen, akár hármas ugrást is játszhatsz. Mondták, hogy áhítoznak erre a csomagra? Dedikált az ajándék, az drágán. Nagyon szép, hát így vagyunk. Azt is írták, hogy minden kérdésten egy gurigát raktak oda nekem, egyik hallgató, hogy ő tudna mesélni. Hát most, ne firtassuk, fiúk. Ugye, Janikám, meg ugye a piercingem. Ja, hát ugye, nézz oda. Már a piercingem. Hát tegnap elmondta a kis gyémánt piercingem. A kis gyémánt piercingem. És ki tudja, hol van, és milyen minőségű. Ugye? Igen. Na jó van. Akkor most még megúszod. Hát figyelni fogunk akkor, figyelni. Hát figyelj, fiúk. Van egy emberünk, aki... Akire oda kell figyelni. Hajtat tartjuk a szemünket, Vamzer. Igen. Nem szerettem ezt a tégla. Én az adásért tettem, én azért tettem. Nem szerettem ezt a mondatot a szádból. De várj, ez nem a tisztelt bíróság, itt nem kell hazudni tovább. Nem, ez azért volt, mert ez kedves volt, és nem örülök Pista bácsi, hogy leleplezte magát. Ez egy kedves dolog volt, és tényleg egy legendával. Gyanítottuk azért mi ezt igazából. Jó, hát...
nem vagyunk teljesen hülyék, de az, hogy te ezt tudtad, ez fáj. Igen, tudtam, és sokszor volt arra, ha még mondhatok egy dolgot hozzá, hogy írt az SMS falra, mert ugye mindig kértem, hogy írja alá, hogy Pista bá, akkor volt, hogy fölhívtam, hogy vigyázz, mert Balázsék is látják nyilván, tehát bármikor rácsöröket úgy, hogy nem én hívlak tehát figurát le is hozni. Neki. Hát le is én írtam föl neki az összes adatot, amit adásból elmondott, hogy emlékezzen rá, hiszen az ember feje nem káptalan. Tehát én írtam föl, hogy megye híd. Hogy te súgtál vissza neki. Hát honnan tudta volna nyomorult, amit mond adásban. Én meg hülyén így kérdezem, hogy mikor születtél, és tudod, próbálom csekkolni, mert nekem ugye megvolt, hogy mikor született, meg hol születtél. Igen, és akkor sokszor, hogy tudod, ne feledd 27. október 6. mindent, amit ő mondott adásba, hiszen ő azért csak azért egy amatőr, vagy hát inkább úgy mondom, egy műkedvelő amatőr, aki bár hoz egy figurát úgy, ahogy, hát de én az információkat azért eltettem, mert tudtam, hogy ti három eszes fiú vagytok, és megfoghatjátok. Basszusan, ez nem csak hátba szúrás, ez megforgatása a késnek. Igen. A hátunkban. Ez több, mint árulás. Így ott merengetünk a keblünkön. Hogy lehetsz ennyire lölketlen? Hát, lölköm. Na jó, hát ez így történt. Most mi lesz, Balázs? Nem tudom, még átgondolom a hétvégén. Visszavonulok. Hosszú hétvégéd van, hosszú tudod, hétvégén. Pünköst. Visszavonulok és átgondoljuk, hogy... Először is rendeljük egy tehertaxit, és hozzon vissza mindent, amit ezekért kapott. Minden hétvégét, minden wellness hétvégét, mindent, amit ígértek neked. Na jó van. Hát szánom, bánom bűnömet. Én nem mondom, hogy legközelebb nem fogok ilyet csinálni. Hát nem mondhatom. Ez a bajom az egészen, hogy még ezek után azt mondod, hogy van tovább? Lehet tovább csinálni? Ki tudja, hogy akik adásban vannak, azok ugye hogy, meg miképpen. Tehát nem, hát hogy igen. Na mindegy. Első körben térdelj rá egy doboz morzsolt konzervkukoricára. Az lenne a büntetésed. Hát igen. Vagy Gyuri bácsiról is tudnék mesélni. Mindegy, nem mesélek. Gyuri bácsi? Aha, nehogy Gyuri bácsiról meg kiderüljön egyébként. Hogy egy 20 éves nő. Igen, 20 éves nő, aki egyébként itt lakik Kőbányán. Egy 20 éves, egy gyönyörű testű, napbarnitott, szép formás lábakkal állt, a gyönyörű nő. Aki egyébként állatvédő, soha nem járt még Gyulán. Igen. De csak szólítanak a hallgatók, mennem. Na jó, van, menjél csak, jó van, megcsináljuk a behallgató gombot. Bocsánat, apuci, egyszer csinálod, meg figyelni fogok. Nem fogod tudni. De hallgatunk hozzá. Egy kábelt kell csak bevezetni. Hát gondolkodom is, hogy... Rátesszük a pultra. Aha. Nézd meg, és már nyúl a telefon. Hát vagy tudjátok, hogy be kell szerveznünk Zsült. Na hát azzal nem tudom, hogy jól járunk. Nem tudom, hogy mit hallottam. A Zsül mellett a kitör a harmadik világháború se veszi észre. Tehát, legalább nem esünk pánikba. Legyen egy... Hát az biztos. Legyen egy emberünk. Aj, na... Annát elvesztett. Most, ahogy így nézem, Zsült, még igazatok van, tényleg nem jó. Nem, a Zsül jó, csak nem erre. Érted? Na mindegy, gyerekek. Hogy állunk játékkal? Micsoda, hogy állunk, hogy állok. 3-1-re megnyertem a hetet. 3-1-re önmagadat legyőzve megnyerted a hetet? Igen. Volt egy ilyen kis bizonytalan megdőlésem hétfőn, ott azt elmentem. Megrottál. Hát értve, ott hagytam az egy percet elmenni, és utána azt mondtam, hogy Feri, mondtam így magamnak reggel, hogy főként nem lehet. Meg kell a becsületét küzdeni kell, és akkor 3-1 győztem. 3-1. Aha. Hát nem rossz. De szerintem se. Hát akkor most már húzd a 4-1. Be, simán jöhet. De el is veszíthetem, mert a hét a miénk. De mégiscsak szép. Nagy lelkűen adhatsz egy ajándékcsomagot. Na rendes. Na érted? Amit akarsz. Annyit úgyse tudsz, amennyit Anna kiszort itt, igen. Na mindegy. Tegnap kézzétek, láttam egy iszonyatosan vicces videót, szerintem fel fogjuk tenni a Facebook oldalra. Valakinek tök jó összeállt a fejébe, hogy minden egyes filmben, meg filmsorozatokban vannak ezek a mindjárt jövök, mindjárt megcsinálok valamit, mindjárt el kell intéznem valamit, és kb. 30 másodperccel visszajön az illető, egy komplett vacsorával. Valakinek úgy állt össze a fejében, hogy ez a Barátok közben is benne volt. És irgalmatlan jó kis összeállítások vannak. Óra mindig elindul. Anyám, megyek, megcsinálom a házi feladatot, 40 másodperc. Letelik, kész vagyok. Figyeljék, nem akartok valamit tenni? Összedobok valami vacsorát. Oké, 50 másodperc van, jön vissza, és ott van a kezében egy komplett vacsora, amit gyakorlatilag másfél óra alatt lehet csak összehozni. Rettenetesen vicces egyébként az egész. Tette valaki egy videóban? És valaki végignézett, én nem tudom, hogy hány barátok, de ez nem is barátok, ez bocsánat, ez szomszédok még. Aha. Szomszédok epizódot, nem tudom hányat kellett megnézni, de tök összeállt a fejébe. Ja, de akkor sztori nincs is, csak ezek jönnek. Nincs. Nem innál egy kis teát, de hogy nem jó, akkor forralok vizet.
itt is van, miért kell, tudod, érted? Iszonyatosan vicces, nagyon mókás, hát valakinek sok ideje, de köszönjük neki szépen, majd megnézhetitek a Facebookon. Na meg, megnézem, kíváncsi vagyok. Jól van, lehet jelentkezni játékra, jó. A hét már elment, de még egyéni ajándékcsomagokért lehet azért küzdeni. Egészen nyugodtan. Jönnek a hírek után jövünk a játékkal. 10 perc múlva pontosan 7 óra Göd M2 trafi, gyorsforgalmi torlódás befelé munkavégzés miatt a reptérnél lesz. Milán küldte nekünk M30-as autópálya 14-es kilométerénél Miskolc felé. Leszakadt kamiongumi van a belső sávban. Jó nagy darab. Ezt Balázs küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na. Azt mondja, hogy trafi a 81-es úton, Söréd után Székesfehérvár felé. Ez még ebben a pillanatban jött. Köszönjük szépen, mi pedig valakivel már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggelt kívánok. Hello, hogy hívod? Szia, Zsolt, ki vagyok. Hello, Zsolt, honnan hívsz minket, Zsolt? Éppen most Maglódon vagyok, itt dolgozok. Maglódon, mit csinálsz? CNC esztergályos vagyok. Gömcsapokat. Jó is az. Jó is egy CNC esztergályos. Zsolt, milyen a reggeled? Minden oké eddig? Hát most nagyon jó lett. Nagyon jó lett, hogy bekerültél? Igen. Mit kellett? Kicsit. Hát igaz, kicsit mentegetőztem a feleségem előtt, mert írtam annának, hogy... Aha, már megint az Anna. Jól kezdődik. Már megint az Anna. Aha. És mit kellett írnod az Annának? Hát azt írtam neki, hogy szia Annácska, hétig lesz a banka, üdv Antónia Banderas egy játékért. És tudta a gyenge pontját az Annának, érted? Hogy Antónióval bármikor. Antónió. Ja, és a feleséged kicsit kiborult ezen, hogy te az Annával Nem, még nem. Kell megvigasztani egy ajándékcsomaggal. Hát, ha meg lesz, ugye? Igen, az igen, nagy, igen, nagy igen. Kérdés. Zsolti, kivel szeretnél játszani? Hát, Ferivel szeretném befejezni a hetet. Persze. Egy, vigye végig a hetet, persze. Jól van, oké, Jani. 3-2 van, fejő. Zsolti, azt tudtad, hogy én is tanultam esztergálást? Hát, persze. De már rég volt, nem? Aha, hát ez hát elég rég. Egyébként gondolkoztam is, hogy mit mondjak rá, hogy 30 igen. évet, vagy csak 25-öt. Elkezdtél beszélni, aztán jó nagy bajba keverted saját magad. Igen, sajnos igen. Lemet akartam, Harry Fesztivált akartam kérdezgetni, de hát meg azt, hogy szoktatok klímát venni, mert a C-klímát árul, de sajnos erre nem jutottam rá. Gyorsan legalább ránk beszéltél volna. Igen, legalább 2-3-at, igen. Aha. Hát egyébként klímát nem nagyon szoktunk venni. Jó, Zsolt, figyelj, hát elkezdtél beszélni, aztán beszéltél, nem is kérdezett igen. a felé semmit, aztán szépen lassan így magadat sajnos bajba kevervén, igen, kimondtad a tiltott hát, szót. Nem akkor lehet magyarázkodnom a feleségem előtt most. Igen, mert még az Annának is udvaroltál, és még csomag sincs. Igen. Ez a dupla múlta. Ez a legrosszabb. Ez a legrosszabb. Hát sajnos, igen. Igen. Ja, Zsolt, és nagyon jó volt a fesztivál. Nagyon jó volt. Köszönöm szépen, nagyon jó. De nem volt, szerettem neked egy pontot. Köszönöm, drága, hogy 4-1-re nyertem magam ellen a héten. Ügyes. Az nagyon férfias küzdelem. Nagyon szép, osztod a hetet. Na azért köszönöm, hogy beszélhettem veletek, még nem volt rá erre sose lehetőségem. Na hát ha nincs is ajándékcsomag, de legalább dumáltunk tényleg. Igen. Jó, mit csináltok hétvégén? Hát lehet, hogy strandolás, lehet, hogy állatkert. Hát mondja kettő még. Együtt, és akkor a fók igen. a medencében megfürdött. Igen, majd korrekt. Behozzuk a zsiráfot, meg az őszt, meg ilyeneket, úgyhogy... Oké, okay, Zsolti, köszi a játékot, ciao. Én is köszönöm, szia! Hello. Na, hát, igen, hát ennyi. Hallgatom. Így kell ezt csinálni. Ne, nagyon harcos voltál, Feri. Megtévesztettem azzal, hogy én magam is tanultam annak idején esztergálást. Összezavartad már, kőkeményen. Figyelj. Rögtön behúzta a kéziféket. Igen, arra ott nem számított, és azt úgy bedobtad, és... Rögtön megfogtam. Igen, így van. Kész. És nagy győzelmet nem kell magyarázni, ugye? Veszteséget meg minek? Akkor most mi van? Most akkor már sok héttel vezetünk hát újra. Most ugye? Most kicsit belehúztunk. Igen. Volt úgy, hogy 6-6-ra álltunk, meg 7-7-re talán, de most egy kicsit megindultunk meg. 3 hetet biztos, hogy hoztunk most egy folytában, de majd Nyallerné megmondja. Szólok is a Viktornak, hogy nem kell befejezni azt az új szignált. Nem, most hagyja, rakja el talomba, majd talán egyszer, de szerintem mégse. Ugye elkezdtük legyártani, mert volt rá okunk, de most... kukázza ki. Semmi értelme, hát ezért ne foglaljon tárhelyet a számítógépben. Igen.
Jó, ez az Annás dolga, nem tudom túltenni magam. Látom, hogy őrlő. Komoly, komoly csalódás ez nekem. Őrlő. Pillanat alatt így elárult minket. Valamit innod kéne felé. Lapos üveget létsz adni. Hozzá. Vaj. Lapos. Lapos, de hosszú. Ihatnánk valamikor valamit, nem? De most így, még tízig, vagy utána? Nem tudom. Ugye hétvégén terveztem. De nagyon, ne, hát nagyon sok alkoholt inni. Ne, ígyunk most, mert később nagyon meleg lesz. Akkor meg nem. Hát ma 11 órakor egy nagyon fontos meccsem van megint. Már megint? Jézus. De visszavágod? Nem, egy másik ellenféle. De most többel, mi? Többel, de most ellenféle. Most ellenféle. Beveréses. Hát most igen, most jelentkeznek folyamatosan, úgyhogy most hoztam a hetet, úgyhogy ma ez egy visszavágója, ezt az előző hétnek. Te vagy a lovag, a fekete lovag, aki áll a hídon és nem engedett senkit? Már szájban fogja az idő. Muszáj, úgyhogy készülök hidegüdítővel, meg minden, mert 30 fokos pályán ott fogjuk gyűrni egymást. Erde a pálya, 30 fok. Lejtő. Hát kérdezően, de 30 fokban egy ilyen jó két és fél órás meccs azért az... Az jó, az emberes. Látom, a 11-kor kezdjük, és ilyen fél kettőkor még az utolsó szett negyedik-ötödik gémjénél vagyunk, úgyhogy nagy meccs lesz. Baseball sapka, vagy valami kis napvédő szett? Nincsen semmi. Nincsen? Napszemveg egyedül. Napszemveg és a haja. Pontsorozott, hogy zavarja. A nap pedig szemből süt, és zavarod a visszaverődött fénnyel. Úgy nézek rá mindig, hogy pont a szemébe esem. Kicsit oldalt kell állnom mindig, de a szemüvegem lencséje pont elvakítja. Na mindegy, hogy ez lesz. Jó van. Oké, várunk közlekedési híreket, jó? Egészen nyugodtan küldjetek nekünk sokat. 7 óra lesz pontosan, 5 perc múlva. Jövünk a hírek után. 7 óra, amúgy pontosan 9 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, azt mondja, hogy M6-oson baleset nincs, hatóság sincs, derült, jó idő van. Annának a kis popsiát, igen. Aha. Igen, el kéne kapni, hogy átvett benneteket. 24 órás futár Pisti küldte nekünk. Köszönjük szépen. A Rákospatok mellett a Bringa út trafi és hatóságmentesek, egy 80 kilós kaukázusi riogatja a bringásokat. Csicsika küldte nekünk. Traktor Fesztivál Cáfordon, szombaton. De jó. Csabi küldte nekünk. Traktor Fesztiválban. Ott azért micsoda buli lehet. Ott a helyünk. Tényleg jó lehet. Gyorsforgalmi torlódás befelé munkavégzés miatt a reptérnél Milán, Gödem 2-es trafi, M30-as autópálya 14-es kilométerénél Miskolc felé leszakadt kamion, gumi pedig a belső sávban. Ezt is kaptuk még. Szeretem ezt a Gáspár Laci számot. Kellemes. Még jó hangja van a srácnak. Jó, énekel bizonyos. Milyen jó basszus gitározik a csávó. Igen? Az igazi, tudod, amikor így zsigerből jön, és rettenetes játék van. Én nagyon imádom. Jó, nyomja? Nagyon jó. Nem is tudom, hogy mostanában szokott, de még koncerten. Én egy 5 évvel ezelőtt láttam őt, és akkor ott volt egy kis basszusgitár betét. Hát betérdelt a közönség. Embertelen. Tényleg? Aha. Nagyon. És visszaadta a basszusgitárosnak. Igen, hogy na. És aztán, de ő nem akart elfogadni, mert látta, hogy a mester inkább tartsa meg. Hú, az ilyen ciki. Az ilyen, az kellemetlen. Ja, Istenem, gyerekek. Ja, mi van? Na, nem péntek hangulatom van már. Zenéjünk. Az megvan, hogy tegnap 10 percet tovább volt elsötétülve a TV2, mert a UPC elfejtette visszakapcsolni. Hát, majd ma tovább lesz adás. A 24 órában. Hogy őket még az ág is húzza, de komolyan. 24 óra 10 perc lesz ma. Ugye volt ez a nagy tiltakozás, mindenki elsötét, tévék, rádiók ugye közleményeket adtak ki, bemondták, és ugye hát a UPC ugye kiírta, hogy ez a csatorna jelenleg nem sugároz, de hogy a sugárzás megszakítása a csatorna döntése, és független egyébként a UPC-től. Ahogy a csatorna sugározik ez, abban a pillanatban haladéktalanul továbbítja maga a szolgáltató ugye az adást, megértésüket köszönjük, aztán valaki ott egy picit... Elment kávézni. Tudod, nyomom, kövem, mindenki megy, sugároz újra, még... Ezt nem akartam elhinni, óriási. És még egy ilyen brutto 8-10 perc. Józsi, nyom már meg! Hallod, mit csinálsz? Hallod, ha ébredj már föl, ha meg... Józsi, várjon, nyom már meg, nem megy az adás! Baj, lesz. És ilyenkor mi van? Figyelj, sírtam. Hát tulajdonképpen jóvá semmi. Jóvá írják a TV2-nek a UPC-nél. Nem lehet az, hogy ők jobban tiltakoztak? Aha. Lehet, hogy ők még jobban hogy tiltakoztak. Még, igen, ott még erősebb volt a tiltakozástól, és már mindenki már hűzik, köszönjük újra a hírek, mint tudom, ilyen napnak. Ez iszonyatos horpasztás a TV2-n, hogy van, amikor valami nem szerencsés hát csillagzat most... alatt működik, nem? Tehát, hogy egyszerűen... Brutto tízecske még úgy gyorsan. Sanyi, hozzál már be még egy kurigát! Vissza kell mennem, fel kell kapcsolnom a tévét! Elfelejtettük meg, nyomtam el!
Megnyomtuk az RTL-t, nyomtuk meg a tévéket, hogy ha mennem kellett, mennem kellett. Mindenkit visszakapcsoltunk. Hogy őket nem kapja, hogy őket még csak visszacsakapcsolják időben. Ja, nézte végig a sort, a Csávó és Spektrum megvan. Igen, nyomta, igen, igen. National, Private, Gold, Haster, RTL, nem egy. Nem maradt ki semmi, jó. Indulj már, az nem indult el. Valamit elfelejtettem, valamit el... Ja, nem szóltam az, hogy mi legyen a vacsora. Úgyhogy ez volt. Ez volt tegnap. Néztétek ezt az első tétét, és hogy kapcsolgattatok? Hát, érdekes dolog. Nekem Tullinger szegény volt. Gyerekek, nekem ez ismerős. Hát utoljára az RTL-t a Balázsó miatt sötétítették el, meg a Mónika miatt. Tehát, hogy amikor sötét volt az RTL-en, akkor kiírták, hogy a Balázsó 4626. adása miatt. Mi volt az ORTT döntés, akkor még ugye ORTT döntése miatt megszakítjuk adásunkat, ahogy a büntetés véget ért, természetesen tovább sugározzuk. És ott volt, hogy a Balázsó 1626. része miatt. Hát, emlékszel, hogy mi volt benne? Hát sok minden, nem tudom. Hát talán délután 4 órakor egy pórázon sétáltatni egy nőnek egy domina felszerelésben a szerelmét, aki ezt kívánt, és korbáccsal verni a fenekét, nem biztos, hogy annyira szerencsés. De akkor még az egy más világ volt, egy szabadabb televíziózás volt. Egy csomó idős, meg fiatal van. Fél ötig ott még bármit meg lehetett csinálni, most már azért ez nem egészen így. Hát gondoltatok azok, akik korán fekszenek? Azért nem maradjanak már ki a világ nagy történéseiből, ezekből a nagyon kis finom rezdülésekből. Nekem azt tetszett egyébként az első tétésekben a legjobban, hogy azt mondták, hogy, illetve hát jelezték ugye a mérők, hogy hát volt egy csomó olyan csatorna, ahol nézhet, illetve várja, hogy szoktak ezt mondani. Nézettebb volt maga az első tétítés? Hogy mérhető nézettséget produkáltak a csatornák az alatt, amíg csak ez a felirat volt kint, hogy kedves nézők, nem fogják kitalálni, megint a Balázsról mi a szomorú. Lassan olvasott az nézői réteg. De hogy... Hogy a fekete alatt nézettebb volt. Van egy csomó csatorna, ami olyan annyira kevés a nézet, csak szinte hiba határon belül mozog a kimutathatósága, aztán amikor feketére váltottak, akkor meg mit tudom én, egy mérhető 1-2%-ot, vagy 3-4%-ot is elértek akár. Tehát, hogy egyszerűen nézettebbek lettek. A Konta Barbie, meg a Claudia, vagy Csária Majom miatt is voltak ilyen első tétések? Hát, akkor nem. Hát akkor az ORTT még nagyon-nagyon sokat adott a Mónika meg a Balázs miatt. Tehát akkor azért az RTL az így felhalmozott egy olyan 86 óra feketét. Tudod, 88 óra feketét kellett sugározni. Nem, hát a Konta Barbarának ugye nem volt nagyon miért első tétíteni. Tehát, hogy ott hálás volt az ORTT, amikor abban maradt maga a műsor, de hogy ott nem volt. Ott ők ilyen tini műsort csináltak, tehát, hogy ott nem voltak ilyen durvább dolgok. Mi azért egy párszor bele. Hát azt azért bele kapargattunk. Barbie miatt azt nézted. Aha, igen. Hát, persze. Kit érdekel a vendég? Jó, de olyan korán, és akkor még gyerekek is láthatták, hogy kikére magad. De nem, ők ott akkor nem nagyon, nem. Ők akkor nem nagyon kaptak. Ilyen botrányműsor volt egyáltalán a TV2-n, ami ilyen botrányokat vagy hullámokat kavart? Mi volt az, ami egy adást ért meg, és óriási költség... XXL. Óriási költségvetéssel indul. Igen. De balhé, amiért a TV2-t elfeketítették? Aha, igen, volt ilyen. Mi volt? Nem emlékszem. Hát a Yoshiban már nem volt ilyen, például ők ugye megcsinálták a Mónikával szemben, de hát ott azok ilyen humánus beszélgetések voltak. Tehát a Yoshi másképp közelít egy beszélgetéshez, mint Mónika, ebben neked igazad van. Hát igen. Ott is elmentek egy kicsit az ordibálós irányba, de a Yoshi csak annyit kérdezett, hogy miért nem ültök már le. Tehát ő egy sokkal humánusabb megoldás választott. Igen, a Yoshinak teljesen más a stílus, őt nála eléggé elképzelhetetlen az, hogy mondjuk bejöjjön egy orangután pápának költözőbe. Igen. Hátrafelé biciklizre. Nálunk sok minden megtörtént. De amikor bedurrantak már a végén, hogy megpróbáljanak a Móni nézettségével vetélkedni, és szerintem egy kicsit keményítettek sztorikban ők is, és elmentek Mónika show irányba, akkor talán ők is kaptak ezért büntetést. Uh-huh. Tehát, hogy akkor volt valami, amire végén már őket is megbüntették. És ebből érezték, hogy zárkóznak. Megvan végre. Gyere már, nézhető lett a tévéken. Ugye ott a policy az volt, hogy majd szembe mennek a Mónival, és akkor megpróbálják a humánusabb, beszélgetős, nálunk nincsen annyi verekedés, meg nincsen annyi, nem tudom, Mónika. Aztán rájöttek. Ugye, és aztán rájöttek, hogy igazából a Balázson és a Mónikán szocializálódott népek oda már nem, kevés volt. Nem értik ezt a fajta kevés szeretet megnyúlvánulást. Kevés az akció, nincs benne elég pofon, nincs benne verekedés. Hát gyerekek, hát maga
se tettük a mércét. Igen. Tehát mi azért tágítottunk az inger küszöbön egy keveset. A szemedbe mondom, Kálmán! Igen. És utána pedig bunyó. Na mindegy. Úgyhogy ők szerintem ebből a szempontból kevesebb ilyen feketét kaptak. De hát nem is baj. Na de most viszont... Ki van most reggel? Kinek a dekoltázsát láthatjuk? Hát vagy Trütkóét. Trütkó dekoltázsa van, mert ugye nem hajóztunk be tegnap előtt végül, nem tudtunk, nem mentünk arra, csak pörögtünk ott, jöttünk, mentünk, susnyás, nádas, minden volt, de nem úsztunk bele a nagy totájukba, úgyhogy nem tudtuk Zsuzsit közelről szemrevételezni. Tehát aztán kiderült, hogy ugye nem is Zsuzsi volt aznap, hanem Csilla viszi a hetet. Igen. Hát most sok Trütkó dekoltázsában gyönyörködhetünk. A szegények demcsákja. Gyerekek, nem tud annyira ember nyitott szemmel aludni, mint a Trütkói, rájöttem. Ő zseniális. Szerintem neki két szeme van. Van egy külső szem, ami nyitva van, de az egy álszem, és a külső szem alatt van az igazi belső szem, ami csukva van. És úgy működik a külső szeme, hogy az mindig nyitva van. És egy gomnyomással tudja pislogtatni a külső szemét, de közben alatta az alsó szem, az végig csukva van. Hát vagy az a másik megoldás, hogy ugye mindig sapkába van, és úgy rakja föl minden reggel a sapkát, hogy hátrafelé húzza meg a fejbőrét. És ezért nem tudja lecsukni a szemét. Tehát arra gondolsz, hogy a koponyája közepén van egy szög, és amikor kezdődik a műsor, akkor hátrahúzza a fejét, beleakasztja a szögbe a koponyáját, vagy a fejbőrét, arra ráveszi a baseball sapkáját, és tulajdonképpen azért nem is pislog. Szerintem így van. Tehát amikor pislognak, akkor itt a homloka elrepedne a bőr. Egyébként szerintem simán lehet. Nem lehet pislogni, mert megreped a bőr. Ha nagyon akar pislogni, akkor nem föntről lefelé, hanem lentről fölfelé, az alsó személyával tud csak. Igen, mert a fölső az annyira kíván. Néha meg kell nyalja a szemgolyóját, hogy nehogy kiszáradjon vagy. Na jól van. Van egy nagyon helyes történetünk Santa Cruzból, ezt az egyik bulvárlap írta, de beszéljünk róla két maradatot, hogy azért ott sincs minden rendben. Mert hogy az történt... Santa Cruz? Santa Cruzban. De ez nem Magyarország, ez nem mondjuk Pili Santa Cruz. Hát nem, Santa Cruz ritkán Magyarország. Kábító injekcióval meglőtte az állatorvos a gorilla jelmezbe bújt állatkerti munkást. Mert azt hitte, hogy a főemlős kiszabadult a kifutójából. Az ápoló jobban van, bár nem kicsi sokkot kellett elviselnie, mert azért egy ilyen altató lövedékben van dózics. Tehát, hogy azért attól úgy megtérdelsz egy picit. Azért befúródik már a gorilla, nem biztos, hogy érzi, de egy ápoló. Állítólagosan azért kellett felvennie a jelmezt, mert mentési gyakorlatot oktattak a dolgozóknak arra az esetre, ha a gorilla kiszabadulna. De értitek az alapsztorit, hogy ott beöltözöl egy gorilla jelmezbe, mert mentési gyakorlat van. Hát azt azért el lehet játszani gorilla. Hogy bum. Is. Igen, na de várjál, Ki ment kit? Tehát ő beöltözött, ugye az állatkerti munkás beöltözött gorillának. Aha. Uh-huh. És ő lement négy kézláb, és elkezdett az állatkertben szaladni, hogy eljátszák azt, hogy milyen, amikor a gorilla kiszabadul? Evett ezt, azt, lengedezett ott néhány indán. Nem szóltak a legilletékesebbnek, az állatorvosnak, és a doki az ugye, mivel a jelmez túl élethűre sikeredett, a marha azt hitt, hogy kiszabadult a gorilla. Ha nézd már, nézd már, milyen furcsa viselkedik Pedro. Hozzátok a flintát, öcsi. Na most figyelj, mekkora a dózis egy 200 kilós gorillának? Hát, tehát ezek ilyen 200-300 kilós, ilyen kis szürke hátú, ilyen kis... Nem, tehát nem egy 80 kilós emberre tervezték ezt a dózist. Pont a háromszorosát megkapott, hogy altató lövedék vagy kábító lövedék, ezt egyébként nem tudják, és de hogy volt, hogy ül az orvos, ez úgy néz ki, mint a strandon az úszómesterek, hogy ül az orvos egy helyen, vagy ő ült az irodájában, és egyszer csak kinyitva volt az ablak, és azt látta, hogy az állatkert, nem tudom, macska kövén fut a gorilla. És mint a Kennedy gyilkosságnál a könyvtárból kirakta a puskát az ablakon, és kilőtt a gorillára? Vagy az orvosnál mindig van egy puska egyébként, az állatorvosnál, aki ott ügyel az állatkertben, betárazott és belengedett kettőt a gorillába? Lehet, hogy a reggeli rutin volt, mi meg akarta nézni a vemhes fókákat, és akkor elindult, és akkor hogy ment, fügyrészgetett, nézelődött, stb. Egyszer csak jól a pislatot, és még mit látod? Pedro, a gorilla, ott ugrál nagyon furán. Egyre jobb vagyok.
És az is érdekes, hogy az a gondozó, aki eljátszott a gorillát, az hagyományos mozgást hozott akkor valószínű, vagy ő csak itt két lábra állva sétált, akkor ő leereszkedett négy lábra, bár a gorilla ugye föl tud egyenesedni. Figyelj, hogy a hagyományos, mindegy. Ha a saját mozgását hozta volna a gorilla jelmezbe, akkor valószínűleg meg iszonyatosan meghaksizott volna az állatos, azt mondta volna, hogy hatja, úristen, majmok bolygója, öltözött rébredt, a gorillák már fejlődtek. De az is elgondolkodható, hogy miért van gorilla jelmez egy állatkertben. Hát, a gyerekek az... miatt. Ott, tudod, hogy nincs szünnap. Ha a gyerekek gorillát akarnak látni, akkor gorillát kell, hogy kapjanak. Ez egy profi állat kell. De nem, hát a Santa Cruziak annyira lelkesek, hogy ők, ha eljátszanak egy ilyet, hogy a gorilla kiszabadul, ahhoz hoznak gorilla jelmezt. Mert tényleg egyébként mi értelme van? Hát most attól még valaki nem lesz kedvéért. Az orvos képességeit azóta már kétségbe vonták egyébként, de hogy jól szerepelt, mert hogy lából lőtte a szerencsét. Igen, és első lövésre eltalálta. Első lövésre azonnal belelőtt, a durva az, hogy hál' Istennek bénító injekciót kapott. És hogy nem szem előtte. Mert hogy abból sokkal durvább baj lehetett volna, mondta a Loro Park szóvivője egyébként a Reutersnak, és hát lehet, hogy kirúgják a dokit. De miért rúgják? Hát ő végezte a dolgát. Hát ő neki nem szóltak, hogy ott gorilla gyakorlat van. Hát most én állatorvos vagyok, és látom, hogy a gorilla kiszabadul, hát lábon lövöm. Hát figyelj, megfékezte a fenevadot. Ebből bele lehet halni? Hát biztos. Tehát, hogyha kapsz egy komolyabb bénító... Nem, hogyha bénító injekciót kapsz. Nem a gorilla jelmezbe. Hát, hát így egyébként, vagy pedig sokáig lehet aludni vele. Érted? Tehát ez a... Most lehet, hogy jó húsban volt ez az ápoló, akkor mondjuk olyan 100 kiló körül volt, vagy 110. Ha mégiscsak kétszer akkor lett kapott. Na jó, hát de kétszer annyit kapott. Hát azért attól megfekszel. És nem? Próbált még beszélni vajon, amikor meglőttek, és erre az orvos lőtt még egyet, és még már beszélt is. Le akarja venni a fejét, nézd már meg, backstab, veszett a gorilla, akarja szedni a fejét, de hogy a fejét akarja, csak a jelmet leszedni a fejét. Még egyet, ezt már bele? Megveszett a fejét, akarja letépni. José Árvánló egy tartaléktára gyorsan. De ez megvan, amikor mondjuk még senki nem rohant oda, mert a gorilla másfelé futott, az orvos belelőtt. És oda ment, tudod, fegyvere a hátán, igen. Rátette a bal lábát, készült egy fotó. De előtte még belerúgott kettőt. Na, az ox még a igen. És ebben a pillanatban így a gondozóról így működik, legurult a gorilla fej, tudod. És akkor jössz rá, hogy belelőttél egy emberbe. Azért az... De most ezért miért kéne kirúgni? Hát ő végezte és tette a dolgát, nem? Azt hát rúgják ki, aki nem szólt. Neki senki gyakorlat. Nem szólt, ennyi. Hogy a gyakorlat van a Santa Cruzi állatkertben. Mire ő betárazott, mire ő ezt kitalálta? Azért az percek. Én nem gondolnám, hogy ott egy állatorvos a hátán fegyverre sétálgat, nem? Hát de miért bármikor lehet olyan helyzet, amit meg kell oldanod, akkor neki ott van egy betöltött fegyvere? Hát persze. Mindig van nála. Meg ezeket viszonylag gyorsan be lehet tölteni, meg újra tölteni, és újra tüzelni, és újra, és újra, ha még mozog. De tényleg egyébként ez egy érdekes szituáció lehetett, amikor legurult a feje. De én gondolom, amikor leszedik a feje. Istenem, megevett egy ápolót! Egészben lenyelte a vélát. Nézd, ez nem a Józsi, megette az egészet. Igen, ezek a riadók, én nem tudom ennek mi értelme van. Bár jó, ha az állatkert ezt leszimulálja, ez nem rossz. Hát ez olyan, mint a tűzrendészeti vagy a bombariadó gyakorlat. És akkor ebben a Santa Cruz állatkertben egyébként minden állatot letesztelnek? Tehát van úgy, hogy meghívják a kínai artista csoportot, adnak rájuk egy zsiráfjelmezt, és négy kínai artista zsiráfnak költözve rohan. Tehát hogy akkor ott mindenki szabadul a Santa Cruz állatkertben? Bemennek az akvárium részbe, és a vitorlás alakra is. Szöpni akar! Igen. És úgy kell eljátszák, hogy kiszabadul a jegesmedve, összekapaszkodnak, jegesmedve jelvezt húznak, és utána rohannak, mint a jegesmedve. Hát csak így történhet, de hányan alkotják a zsiráfot? Na azért kérdezem, hogy azért az elefántra... Azért érted, és az óriás kígyó. Igen, azért ott az elefántra össze kell kapaszkodni néhányon. Jó, de ez megnyugtat, hogy a Santa Cruzi állatkertben egyébként. Odafigyel az állatorvos, vagy. Gyakorlatoznak, ha kiszabadul a gorilla, nem? Én a müncheni állatkertben voltam, ott nem láttam semmi ilyet. Ilyesmi. Még meglepődtem volna azért ott fut valaki gorilla jelmezben. Nem arra gondoltam volna, hogy ez egy állatkerti gondozó gorilla jelmezben. Akkor arra gondolsz, hogy kiszabadult a gorilla. Nem? Attól lepültél volna meg igazán, hogyha láttál volna két összeragadt bodobácsot. Az volt. Akik rohadt nagyok. És női vagy férfi gorillának öltözött a ápoló? Mert ha női gorilla, és az igazi meg megtámadja. De hát, de honnan tudod megkülönböztetni őket? Hát, tudom én, ha mi van a hajában. Gorilla? Hát nem. Mert a pávián meg tudod. Láttam Münchenbe, a pávián meg tudod. Látszik az nem, hogy látszik. Nagyon látszik. Hát azt konkrétan, tehát hogy az... Befogtad a Benny szemét és a Vikiét is. Hát a Vikiét nem tudtam eltakarni, mert a nagyon kíváncsi volt. A könyv kicsorgott a szemedből az irítségtől? Hát besárgultam. Tehát azt gondoltam, hogy várj csak lennék egyszer. Csak egy órára hadd legyek pávián.
Szóval ők ott azt úgy, ott úgy büszkén viselik. Ott meg tudod mondani, hogy ki a hím, ki a nőstény egyébként. De ilyet, itt most gondolod, fut az állatkertbe egy gorilla, hát nem arra gondolsz, nem, hogy gyakorlat van. Nem. De én összetolnám magam. Jön veled szembe egy ilyen 200 kilós ezüst hátú. Ez a hanga megint kitalált valamit. Én nekem ez lenne az első. Hát, milyen játékos? Nézd, kislányom, hogy fut azzal a gyerekkel a hóna alatt. De mi emlékszem iskolákban ezekben a tűzriadókra. Emlékeztek, hogy annak mi értelme volt, mikor mondták, hogy 10 óra, 10 perckor meg fog szólalni a tűzriasztó, készüljünk fel rá, és amikor már összeálltunk az osztályteremben libasorban, vagy egymás kezét fogva, ami ugye nem reális, ha valódi tűz van, mert akkor nem állsz össze. Ha bejött a tűzrendezés, és azt mondom, maguk mind halottak. Mondta, hogy nem lesz tűz, de amikor meghalljuk a kolompot, akkor hosszú tömött rendezett sorba vonuljunk az iskola udvarra. De már 5 perccel előtte ott kellett állunk kézen fogva, és vártuk, hogy megszólaljon a tűzriasztó. Ment a kolompolás, és a tanárnéni megmondta, hogy na, nem jó, még ott álljatok szemben. Igen, össze. Álljál szóval szemben, mindjárt megszólal a riasztó, megszólalt, levonultatok. Annak mi értelme azon ki, hogy elmaradt a tanítás? Mert hogy rendezetten vonultál le, hiszen tudtad, hogy tűzriadó van. Nem gondolod el, hogy mit szólaltak Feriék, akiknél ugyanannak a síndaramnak az ütögetése jelezte az ebédet is az iskolát. Nem tudtuk, hogy hova induljunk. Jó, tehát a kolompot megverték a marha nyakába, és így rögtön hazament az összes tején. Mondják, hogy akkor reggeli ez. Reggeli jó, ez nálunk az osztályteremben a szalmabálán ültünk, az tűzveszélyes volt, érte? Ott bejött a tanár, kivert oda a pipáját, érte? Azt írja valaki, fiúk, egy nyíregyházi állatkertbe megérkezett a panda. Igen? Nem á. Az igazi, na, vagy, nem. Vagy lézingelünk egyet a kínaiaktól? És várták? Igen, tudnak róla? Nem, van pandánk, és erről mi nem hallottunk, és az nem olvastunk. Az nem, szerintem az nem panda. De mi azok a papanda? Azok szerintem ezek a... Valaki összekeverte az opuszumot a pandával? Vagy mi ezt írja. Nyíregyházi állatkertbe megérkezett a panda. De ezek nem azok a pandák, nem a szó valódi értelmében pandák, ezek a macskamedvék. A vörös macskamedvék, amiket így pandának is szoktak nevezni. Ja, azért, hát mondom, vörös azért panda. Ez kapott volna. Ezek a macskamedvék, így ugye? Így van, de azokat általában... Ismerem, hát azok ilyen kis pici, ilyen kis lópikulák. Hát ne kicsinyítjük. Nem, nagyon cukik egyébként. Nagyon aranyosak, de nem viszont panda. Aranyosok, nem csak panda. Hát úgy szokták csinálni, hogy általában a promóciós anyagokban inkább a panda szót emelik ki, mert hogy az picit nagyon vonzerő, és akkor az állában vörös macska. Azért mondom, hogy éveken keresztül lobbiztunk itt, hogy legyen pandánk, meg mondtam, hogy beszéljünk a kínai konzula, meg mondva, erre megérkezik ugye egy nyíregyházi állatkertbe egy panda, hogy nem tudunk róla. De akkor ezt tudom, én láttam miért a müncheni állatkertben. Ez egy ilyen kis helyes, ilyen iszonyú kis seróka, kis állatok. Semedve, se cica, tudod, valami fura a torzulása a természetnek, így a róka, a medve, meg a cicát így egybe mossák. És ha vöröset lefested rajta feketére, akkor el lehet sütni, mint rendes panda? Nem olyan a testalkat. Ha 4-5 összekapaszkodnak, akkor... sebész is kell hozzá. Te nagyobb eséllyel egy kis barna medvét befestesz, akkor azzal nagyobb esélyed van arra, hogy igazi pandának nézik. Ezek ilyen pici állatok, tehát ezek nem nagyok. Ezek ilyen róka szerint. Jobban járnak egyébként, a nyíregyháziak is szerintem sokkal jobban járnának, hogyha leleveznik ezt a dolgot a Santa Cruz-i állatkerttel, hogy küldjenek már egy panda jelmezt. Meg egy oktatót, aki betanítja valamelyik nyíregyházi gondozót, hogy sétálgasson ott a ketrecben, kiszúrná már ki, nem? Nem kell sétálgatni, hát a te panda vagy a hátadon fekszel. Én láttam a kínai állatkertben, olyan rohadt unalmasak egyébként, be voltak rakva üveg mögé 8-an, az egyik néha egy fölnyúlt, leszedett egy kis bambusz, abban nagyon unottan belerágott, a másik még egy széttett lábbal, 6 másik feküdt, és meg nem mozdultak, mondom, tudja, hogy ezek ilyen kínai statiszták, akiket ide így beraknak, fölhúzzák ezeket a kis panda jelmezeket reggel, és akkor ott ül a kis hüel, meg a kis xián, és egész nap meg sem mozdulnak. Basszus, rohadt unalmas lehet, nem? Dög unalmas a panda egyébként. Ott fekszel, és csak egész nap bambusz. Köszönjük a pénteki adagot. Figyelj, hát most a magyar állatkertek közül valaki bevállalós lenne, akkor simán megcsinálna, hogy egy hétig valakit beöltöztetne pandának. Azt mondja, hogy a világ legjobb állása, semmit nem kell csinálni, ülj be egy üveg mögé, aha, és mit tudom, és én kapsz. Egyéb bambuszt. És egyéb bambuszt, és kapsz 1 millió forintot. És egy hétig furra keresték magukat azzal, hogy mindenki menne pandát nézni. Bejössz, leveszed a kis jelmezedet, lerakod, lecipzározod magad, aztán hazamész. Nem csinálnád meg, ha lenne egy saját állat? Tudod, mit csalnék én a saját állatkertem? Tudod, mennyit csalnék? Fél nálam csak hamis állat lenne. Az első magyar állatkert lenne, ahol panda bocsok születnének.
macskákat festenék át. Oroszlánnál. És most Leo. Anatómiailag talán azért ott vannak kompatibilitási problémák. De... Simán varratnék, festetnék medvejelmezt, és elmondanám, hogy csak itt, csak nálunk, nem tudom, a turkevei állatkertben valahol itt nyitnék állatkertet, megérkezett a kínai leasingelt panda. Beraknám oda Józsit, befeküdne üveg mögé, a büdös életben nem derül neki, hogy kamupanda. Hogy fejted meg? És ott feküdne egész nap. De miért állatot? Jobb ez a izé, Én széthamisítanám magam. Jobb ez a Molett bácsi beöltözve, és akkor a családtagjét behozná a gyerekeket, mert ő tud rájuk hatni. Aha. Kusoltak, brumogtak, mert nincs mesest. Nem? Zsül egy kis mellékes a hétvégekén. Mire lenne jó? Melyik hát, állat? De hát Zsül pandának tökéletes lenne. Mondjuk tényleg az. Figyelj, Zsül, rád adnám, figyelj, dögre keresnénk magunkat, 100%-ot kapnál, minden pandát, külön belépőjét szeretnék a pandára, és minden panda utáni megvett belépőjegy után 20%-ot megkapna az, aki a pandát alakítja. Titoktartási tiratnék vele, beraknék neked egy csomó bambuszt, és egy órában 5 perc... Nem vagy allergiás a bambuszra? Egy órában 5 perc pihenőt kaphatnál, amikor elmész hátra a takarásba, leveszed gyorsan a jelmezt, eszel egy kicsit, iszol egy kortyot, visszajelmez, és megint visszacammogsz. Hülyére keresném magam. Az évszázad átverése lenne. Hát valamelyik állatkert megcsinálta, hogy lefestettek bengáli tigriseket fehér tigrisnek, vagy mi volt? Aha. Talán a kínaiak, ugye? Ez, beszéltünk róla egy-két hónappal igen, ezelőtt. Igen, az albinok azok sokkal ritkábbak. Állatot megfogták. A rózsaszín pláne. Lemeszelték a tigrist, és fehér tigriseket csináltak. És mindenki ment, hogy anyád, fehér tigris, úristen. Oda néz, rózsaszín tigris, mi történt? Belevett a flamingó kajájába. Igen, oda néz. Mennyi pénzt tudnánk ebből? Elmennétek, eljönnétek az állatkertembe, ha lenne panda? Én el. Tehát azt mondanám, hogy Magyarországon először Bali Zoo panda, gyere nézd meg. Leasingelt pandák, oda jönni megnézni. Nem? Uh-huh. Ott feküdne a Zsül. Milyenre vennénk benne? Például tudok egy közgazdasági szakembert, aki beöltözhetne például a kameleonnak. Csomó irányba tud nézni. Az a baj, hogy sokan ismerik, rá is húzni kéne valami kameleon. De szerintem ez nem rossz ötlet. Én biztos, hogy hamisítanék. Képzeld el, ekkora szenzáció lenne, hogyha egyszer csak feltűnne a Zsűr ott a piszoároknál, ahogy ott áll. Állva, igen. Ott áll, és könnyít magát. És akkor kérdeznék, hogy de hát megszólaltatjuk az állatkert igazgatóját, hogy honnan van a panda, hát a kínaiak nem nyilatkoznak. Van. 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 Örülsz, nézed, és fizetsz. És mit akartok még? Igen, mi kell még? Add le a listát. Örülsz, nézed, fizetsz. És ennyi. Az milyen mókás lenne? De hagyd kérdezz be. Van. Itt van. Ja, nézed, örülsz, fizetsz. Bocs. Nem? Van pandánk? Van. Van. Meg... Kérdés? Nincs. Nézed, fizetsz. Nézed, nem eteted, nem simogatod, tovább mész. Nem kurkázod, nem nyúkázz, tovább mész, fizetsz. Így nézed. Van. Fotózod, posztolod, kus. És csak így. Nem jönnél el Bali alternatív állatkertjébe? Nem bámulsz, fizetsz, nézed, csöndbe vagy. Kérdés? Nincs, nézed. De az a panda kus? De hadd kérdezz meg, csöndbe vagy, nézed. Panda, örülsz. Aha, de hát csúnyán beszél. Fogod a szádat. De visszaintegetsz. Kacsintod a kezében. De láttuk a takarásba, levette, csöndbe vagy, nézed, panda. Telefonát mit mondtál? Hülyére keresni magunkat. Figyelj, 600 forintért levaratok egy panda jelmezt, és akkor az már nagyon jó. 600-ért most makkal megvarom neked. Ördögszekérbe, kettőnöt szállunk, egy óra alatt levarunk egy panda jelmezt. Arra figyelj, hogy legyenek rajta tényleg rejtett ilyen kicsi cipzárok. Tehát ne olyan legyen, mint ezek a, ahogy hívják, ezek a teljes testes aláöltözetek, hogy egy nagy mozgulattal tudod csak magadról leszenni. Legyenek rajta megfelelő helyeken, alul, felül, elő, hátul, kis része. Megkönnyíteném Zsűl dolgát, gyorsan tudna egyet pisérni. Nem kell levenni, fejlekap, kulacsból iszik, ezt megcsinálnánk. De aztán figyelj Zsűl oda, hogy törölsz, mert mondjuk egy barna medvénél nem furcsa, hogyha hátul foltos. Még biztos, hogy nem az állatkert szóvivője nem az Anna lenne. Hogy árulná el minket egy pillanat alatt adnak ki a komplet magyar sajtónak, hogy ő ismeri a szálloda igazgatóját, vagy az állatkert igazgatóját, nincs is pandája. Ő tudja, hogy ez egy hamisítvány. Mennyi idő alatt adnak ki bennünket? Nem panda. Igen. Mit mondott keresen, hogy nem panda? Ja, semmit. Jöjjenek minél többen, nézzék. Meg nem panda. Ez az állatkert hazugság. Jöjjenek. Persze. Az egész. Na, őt biztos, hogy nem venném be az állatkert listába. Hát nem, őt beöltöztetnénk valaminek. Tényleg. Delfint hogy hamisítaná Balázs? Az sincs Magyarországon. Micsoda, eddig nem volt. Rossz. Delfin, az. Nézed, csöndbe vagy, fizetsz. Aha. Az. Ott úszik. Ott úszik, de hát nem is úszik. Az, nézed, fizetsz. Az nem a Feri. Nézd már, ki jött a vízből. Nem jött ki, visszamegy, nem dumálsz, fizetsz. Nézd a kis cerkofa, vadon.
Ja, a gyerekek, hogy miért nincs állatkertem, komolyan mondom, hát simán. A nagy panda hamisítás. Na jó van. Fél nyolc után pontosan 7 perccel lehet jelentkezni Óven bácsira Beru nénire, hiszen már ugye nem kitelepülésünk van, úgyhogy újra SMS íróink közül választunk. Jönnek a hírek után jövünk a játék, ami is. 3:48 múlt pontosan 1 perccel. Hello mindenkinek. Miskolc környékén Fekete Oktáviából mérnek a 37-es úton. Ez jött most, valamint egy SMS tegnap este Kőszegén odajött hozzám egy tökrészek tag, és azt mondta, miék a nappa, vazeg nyitrogén, de azért ügyes voltál. Majd eltátorgott mellőle, üdvözlettel a tegnapi sárvári hármas ugrás játékos. Miék a nappa, nyitrogén, de azért ügyes voltál. Ha igen, tegnap ugye ez volt az egyik kérdésünk. Angol rendszámú tréler az M1-esen mit szállít? 3 bilikék Trabantot, írja Szabolcs. Azt már ott érték, arra felé a Trabi. Igen. Busz áll, lassú haladás a Sashalmi Hév megállónál, méghozzá kereszteződésben, ezt Eszti küldte nekünk, és Balaton fűszfőn a 71-esen útjavítás van, elég nagy a dugó, aki tud, az kerüljön. Na igen, megértek a hallgatók, hogy miről beszéltünk pár hónappal ezelőtt, mert az állatkerti hamisításokról a kínaiak kutyákat tettek be, és azt írták ki, hogy oroszlán. Emlékeztek? Van ez ez a kaukázusi kutya, ez az viszonylag nagy testű. Kicsit feltupírozták a szőrét, és berakták őket, és eladták, vagy próbálták eladni őket, hogy oroszlán az állatkertben. Kis tigris, kis oroszlán, vagy középtermetű oroszlán. Tehát ők tényleg ráálltak erre az állathamisításra, úgyhogy én ebben komoly perspektívát látok egyébként. Azt írja valaki, hogy adjunk Frabátora jelmezt, panda jelmezt, és 2000 forintért még jósolna bambuszból. Sanya. A jósoló panda maci. Na jól van. Oké. Megnézzük, hogy kivel játszunk ma. Már itt is van a játékosunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Laci, hello, jó reggelt. Sziasztok, srácok, sziasztok. Szia. Hello, Laci. Mi volt ez a hang, Laci? Ez tehenek, mellettem van körülbelül 100 tehén. Ha emlékezel rá, akkor tavaly írtam ilyet, hogyha nem haragszotok a kitelepülésre, 100 tehénnel nem hajtanék oda, hogy emlékszel ilyet. Igen. És hálások igen, is voltunk érte. Igen. Na, hát látod. Volt már hallgatónk, ahol behaladszott a tehénbőgés, de akkor az nem te voltál. Meg a birkapásztorunk. Birkapásztorunk is volt, igen. Rengetegen hallgatnak benneteket, ez a jó, nem? Ez nagyon, nagyon jó. És ott vagy most kint a tehenek társaságában? Így van, este 6-ig. Kint vagytok a legelőn? Így van, kint a legelőn, el vannak. Nincs probléma. Hát például őt belehetnéd a bizniszbe, mert a 100 tehénből csinálhatsz egy 20-as gnúcsordát, kis átfestéssel. Igen. Na? Hát a szelidekből legfőjebb. Nem, én csak az exkluzívra mennék. A tehenet megcsinálnám, adnék rá egy nagyobb szad, és aztán minimumot. A gnúcsát bárhol. Ez az igazi, még soha be nem mutatott minimumot. Ha rohadt meg szólal, addig nincs gond. Rohadt nagy visszafelé forduló, hatalmas nagy, tudod, ilyen kis, mi ez? Szarv, ugye? Nagy szőrá, és meg lenne a minimumot. Hát ugye a bika az 1 tonna és 400 kiló, az még talán. Atyaisten. És ő is ott van most veletek, vagy ilyenkor csak... Igen, ő is itt van kint, így van. Vigyázza a kis nyáját? Hát nem vigyázza, hanem vigyázza a nőstény teheneket. Aha, ápolgatja. Kezel. Jó sora van. Hívd már oda. Hát, szólj már neki. Egyszer jön. És hatkor, vagy küldök róla egy fényképet. Hatkor ők hazamennek, vagy te is hazamész velük? Vagy akkor jön a váltás? Mindegyik megy a saját helyére, mert ugyanis ez nem egy gazdának a tehene, hanem hat gazdának a tehene, és mindegyik tudja hazafelé az utat, szépen szétszélednek, ez jobbra, ez balra, ez ember, és hazamennek. Mondd meg neki, ne dumáljon bele ott. Tudjunk. Valaki. Nem csak borja van, és szeretne hazamenni hozzá, de nem lehet. Édesem, hiányzik neki a gyermekem. Ők tudják, hogy hova kell menni, ugyanúgy, mint a lovak? Tehát, hogy kihajtod őket egy faluból, és ő tudja, hogy a hatos kapu zöld kerítés, és ő szépen elindul, és hazamegy? Igen, tudja, mert már nem újak, tehát 3 éve kim vannak együtt, és akkor mindegyik az autót tudja. Ez jó, ez igen. Ez nagyon mám is mindig mondta, hogy amikor hajtott a teheneket, akkor ugyanúgy mondta, ló magától hazamegy. Hát nálunk a faluban, hogyha ügyes volt, akkor azt is megtanítottad, hogy becsukta maga után a kaput. Aha, berúgta lábbal. Na hát jó, az egy kicsit túlzás. Hát ne, de komolyan. Igen. Bement, kivett egy deci szódát a hűtőből, csinált magának egy fröccsöt, majd kiült az istálóba. Igen, egy napernyő alá. Igen. És ennek mi a dolgod? Van egy kutyád, aki terelgeti őket? Vagy... Igen, van egy nagyon jó kutyám, most kaptam. Volt eddig 3 kutyaütő, de azokat elzavartam, mert csak a kaja érdekelte őket, utána meg pihi, úgyhogy most kaptam egy nagyon jó kutyát egy barátomtól, és most ez teljesen jó.
Milyen valami kis terelő, ilyen kis moody? Igen, kis terelő. Nem puli, ilyen korcs, de nagyon-nagyon jó. Nem, de úgy fogja a tehén lábát, hogy hajjaj. Nincs ellenvetés. De jó, ritkán hallani már az ember, hogy valaki olyannal tud beszélni, aki még ezt a foglalkozást űzi, nem? Egyébként én elmondom neked, hogy papíron rendszergazda vagyok, de nincs semmi meló. Tehát 3 éve munkanélküli vagyok, és ezt csinálom, mert szeretem az állatokat. Na, azt akartam pont mondani, hogy nyilván rendszergazdaként valami jó céghez bekerül, sokat lehet keresni. De most egyébként meg kint vagy a mezőn, jó levegő van, nyugi van. Egyébként ez nagyon jó. Hát csak Balázsnak mondom, hogy ha repülők nem permetezték volna szalafét ma az eget, akkor azt mondanám, ugye? Hogy tényleg jó. Megint a csíkok. Igen. Ugye? Igen. Neked is van ide nagyon a hülyeséget. Ez biztos. Internet van, mi? És figyelem minden nap. Fél évig kint vagyok, de ez nem játék. Ez Balázsnak teljesen igaz, nem, mert srácok majd rájött. Igen, a medve és a chemtrail nem játék. Igen. Igen. Figyelj, hogy, és akkor aki egyébként tehén csordát hajt, ő micsoda? Gulyás. Te gulyás, mert ugye a kondás, a kanász, a gulyás, annyi minden lehet, te a juhász, ugye a csikós, mondjuk az úgy inkább a lópásztor, de hogy akkor te vagy a gulyás? Gulyás, így gulyás. A gulya őrzője, milyen szép így van, ez, így nem? Van. De akkor mi ez a krumplis, marhósos, sűrű leves? Rendszergazda. Hát Figyelj, és a teheneken látsz valami változást, amióta megjelentek nagyon sűrűn az égen ezek a chemtrail csíkok? Nem, az a helyzet, hogy csak nem játék. Mondom neked, hogy olyan növények, olyan vadvirágok, amit nem szoktak betegek lenni abszolút, azoknak a levele el van halva, és nem, tehát a nádon más vad növényeken vannak róla a fényképeim ugyanúgy. Tehát nem az, hogy egy virágot megtámadott egyfajta betegség, hanem sokféle vadvirágon ugyanaz a betegség. Ami nem szokott, tehát meg nem betegszik soha, hogyha leöntik sósabba, akkor se betegszik meg a növény. Most érdekes módon betegek. Na? Azért ez érdekes. Most ez nyilván érdekes. Nem biztos, hogy ezzel van összefüggésben, de hogy azért, hogyha a természet így jelez, hogy olyan típusú növények betegek, amik nem szoktak, azért ez van valamiféle mérgezés nyilván. Ez így van. Na jó van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, figyelj, jó? Figyelek. Nagyon figyelj, Laci. Őrzik a kondát. Igen. Csak alszanak. A régi kutyáid egyike. Igen, igen. Hát vagy ő a gondozó, aki gorilla jel. Igen. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Igen. Aj, de jó, de szeretem. Ennyiből fú. Még egyszer hallhatnám? Persze. Azaz, meg is van, azaz. Emlékszem, hogy így van. Így van. Hogy kérdezem, magyar vagy külföld? Magyar. Mi az a baj, nagyon sok zenét is meg, hogy hallgatlak egyfolytán benneteket, de... Mutatom, hát ezt már nem játsz. Már nem annyira. Mutatunk hosszabb részletet. Tehát régi. Uh-huh. Régi zenekarról van szó, igen. Még egyszer, hogy hallgassak egy rövid részletet, bocsánat. Na jó, figyelj. Bocsánat. Most lesz koncertjük, de hát már ugye kevesebben élnek sajnos, igen. Mint régen. Meg van valami belső... Hagyj kérek egy hosszabbat, mert hosszabbat, jó, figyelj, kivettük a bögrét. Ez is ismétlődő. Nincs meg? Oké, ez igen, ez hallottam. Senki? Semmi? Na mutatjuk, akkor ez lett volna, figyelj. Igen, így magáról nem értem. Jó, igen. Hát az illézenek a egyik legnagyobb. Igen, nagy zene, csak ebben így nagyon nehéz. Igen. Hát sajnálom, ez van. Nagyon jó, imádom őket. Igen, ennyire régire nem gondoltam. Igen, illézenek a így van. Igen. Na mindegy, ez van. Jó van, viszont jól beszélgettünk. Hát azért beszélgettünk, ez van. Szép napot nektek. Neked sziasztok. Is, vigyázz magadra. Köszi, sziasztok. Ciao, hello. 50 pontosan, 8 óra jövünk a hírek után. 4:09 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk. Ákos, többen kérdeztétek, mi volt ez a dal. Ákos dala, ugye ez az, amit már közösen Hauber Zsolttal összeborulva csináltak, újra kezdhetnénk, ez a dal címe. Ezt mutattuk be, amikor itt volt Ákos velünk a beszélgetés. Jó kis bonanzás tétel egyébként, nekem kifejezetten igen. Tetszik. Van benne egy pici kis melankólia, egy kicsi kis szomorúság, de mettől függetlenül nagyon rendben van. Igen.
szeretik is, meg nem is, ahogy látom az SMS falat. De hát ez ugye általában tipikus, hogyha egy ismeretlen szám megy, akkor 8 negatív, 2 pozitív jön. De hát ezt azért már itt megszoktuk. Nézzük gyorsan a közlekedési híreket, hogy mi a helyzet az utakon. M3-as 221-es kilométer a Pest felé haladókat mérik az építkezés miatti lassítónál. Azonnal beálltak oda. 80-as korlátozás van. Geri küldte, ott mindenki figyeljen. A Szentendrei úton kifelé rendőrautóból mérnek a domb után. Ezt Csabi küldte nekünk. Csabi, köszönjük szépen. M3-as Budapest felé 214-es kilométerénél is van egy lézershow, és Fekete Oktáviából mérnek a 37-es úton Miskolc környékén. Ez a legfrissebb, köszönjük szépen. Most itt nézem a televízió műsort a TV2-n, és csak jelezném, vagy jelezem már valaki a stából a Vujit Ritkonak, hogy ne támaszkodjon már annyira neki a csillának jobb alvállal, jó? Mert szépen, azért tudja, hol adtál. Mert a Gönci, nagyon megveri majd. Igen. Megvan, mit mondott a szövetségi kapitányunk még a meccs után? Hát tegnap megfejtettünk mindent, nem? Hol álltam meg? Tessék? Hol álltam meg? Hol a kocsi kulcsom? Ez most nem tudom, hogy igaz vagy nem, de hogy állítólag a Pintér olyat dicsért, aki nem is játszott. Hát, mivel videó is van róla egyébként. Hogy az hogyan? Ő hát talált. Nem tudom, hát én nem tudom, ezt több cikkben olvasom, de akkor ez valószínűleg igaznak tűnik. Ugye, hogy a Pintér Attila első győzelmét ért el a válogatott élén, és utána volt egy sajtótájékoztató, ahol valószínűleg szerintem egyébként inkább csak megkavarodott. Nem? Hát erről lehetett szó. Értékelte a játékosai teljesítményét, és elmondta, hogy nagyon örül, hogy Korcsmár Zsolt szemében, meg még néhányan, nagyon Vécsey Bálint, nagyon bátran futballoztak, a Vécsey Bálint, illetve a Korcsmár Zsolt. Hát tudni kell arról, hogy a Korcsmár Zsolt egy perc nem sok, annyit nem töltött. Aha, de korábban nagyon sokszor jellemezte az a típusú bátor játék, amit egyébként a szövetségi kapitány úr is dicsért. Szerintem ez így, nekem nagyon szimpatikus az, hogy a Kalmára gondolt. Az első, nem tudom. Na most, ha ennyi játékos nevet én is összekevernék azért. Na így van. Lehet. Pontosan így van. Meg KK. Hát legyünk rossz. Jó helyen lapozott a telefonkönyvbe. Meg vagy zavarodva a meccstől, hogy egy csodálatos játékkal érted. 1-0-ra nyertünk. A boldogság hormonok elöntik az agyadat. Hát most tényleg ezen kötözködünk. Meg azért emberileg, tehát most gondoljatok bele, emberileg ez egy annyira szép gesztus, hogy sokan persze ilyenkor mindig a saját érdemeiket szokták kiemelni. Na most a szövetségi kapitány olyanoknak az érdemeit is előhozta, akik ott sem voltak. Gesztus. Így van. Hát gondold el, hogy ülsz a cserepadon, és azt hallod a sajtótájékozatot, hogy meg egyáltalán. Mert ott ült, végig a cserepadon volt, egyetlen percet sem töltött a pályán, végig csere volt, de hogy gondold el, hogy micsoda büszkeség az, hogy a szövetségi kapitány téged úgy dicsér meg, hogy végig csere voltál. Olyan bátran senki nem ült, mint Korcsmár. Tehát ez már szerintem a kommunikációs tréning egyik, hát hogy is mondjam, tulajdonképpen utózöngéje, amikor is már a szövetségi kapitány burkoltan dicsér úgy olyanokat, akik nem is játszottak, csak végigültek a cserepadon. Egyrészt, hogy jól viselkedtek a cserepadon, kettő, hogy ha majd pályára lépnek, már miféle önbizalommal lépnek majd pályára, ha már úgyis meg vannak dicsérve, hogy a cserepadon ülnek. Nem? Hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép dolog. Örlődött szegény, nem? Igen, a cserepadon, hogy itt ülök, és nem enged a mester játszani. Jónak gondol, nem gondol jóra. Nem vagyok elég jó, és most azt mondta, hogy de igen, te jó vagy. Elmondta, hogy a Vécsey Bálint és a Korcsmár Zsolt nagyon-nagyon bátran futballoztak. Hát ez szerintem ez egy nagyon szép. Rossz indulatú cikkek ezek, gyerekek. Így komolyan van, mondom, hogy ezek rossz indulatú. Kinézett a szövetségi kapitány kispadra, látta, hogy Zsoltán nagyon bátor az arca, rögtön meg is említett a sajtótájékoztató végén. Vagy pedig hát nyilván úgy gondolkodott, hogy ki ne feljátsák, András ide adta ezt a listát, akkor felolvasnám azoknak a nevét, akiknek szintén hálásak vagyunk az együtt eltöltött összetartásokért, napokért, izzadság cseppes percekért. Azt mondja, hogy itt van először is Korcsmár Zsoltot emelném ki. Engem sose dicsértek meg. Úgyhogy nem csináltál semmit. Úgyhogy nem csináltál semmit, szerintem ez a Zsolt a legnagyobb érdeme. Annyi baj legyen. Ez egy formálódó válogatott. Igen. Vagy lehet, hogy a Batiz mondogatta, hogy majd dicsér meg a játékosokat, és a Batiz is magyar futballrajongó, és ő tudta, hogy mit tudom én, a Korcsmár ott van. Nem is majd például azt mondja, hogy ha elégedett vagy a Korcsmár játékával, mondta neki a Batiz, akkor tessék megemlíteni a sajtótájékoztatón, hogy kivel vagy elégedett. És Pintér ezt annyira megjegyezte, hogy a Batiz beégett. Azt mondta, hogy ha például elégedett vagy a Korcsmár játékával, hogy ő elmondta, hogy én elégedett vagyok a Korcsmár játékával, úgyhogy közben ő nem volt. Tehát, hogy a vég a cserepadon ül. Hát miféle önbizalom tréning megy itt, kérem szépen, a magyar válogatottnál. Nem? Van. Zseniális. A kicsit is tud becsin. Ez a Batiz valamit? Hát. Tud ez a Batiz? Nekem nagyon tetszik az a fajta munka, ami ott folyik. De ne felejtsük el, hogy ez egy formálódó válogatott. Harapós.
Harapós, harapós de formálódik. Harapós formálódik. Válogatott. Na, viszont egyébként csak egy fél mondat, én nem vagyok Fradi Drucker, ezt mindenki tudja, meg nem is vagyok ugye oda a labdarúgásért, viszont most hallottam a hírekben egy ilyen kis történetet, ami arról szól, hogy névszponzora lesz a mellettük lévő fantasztikus arénának, egy biztosító lesz, úgy tudom, a névszponzor, nem vagyok benne 100%-ig biztos, de hogy nem Albert Florianról fogják elnevezni, és megmondom őszintén, én picit megrökönyödtem. Az edzőközpont Albert Florian nevét fogja, a Fradi legnagyobb ikonjának a nevét fogja viselni, de a stadion nem, és ez nekem egy picit fura. Hát értem én, hogy biznisz, de hogy... Nem kevés a pénz, amiről itt szó van, 5 és milliárd, ha jól emlékszem. 5 milliárd forint, és ezt azt hiszem 10 év alatt fogják majd megkapni, ez a világon mindenütt működik, itt úgy van például a müncheni Allianz Arena, azt igen. Így hívják. Ez a neve, pedig hát ott is biztos találtak volna jó focistát. Hát nem tudom. A tisztelgés szerintem megvan, meg biztos lesz egy ilyen látogató központ, ahol a nagyfradi focistákról lehet majd látni. Meg az edzőközpont. Albert Floriannak nevét fogja viselni. De ettől függetlenül egy picit megkökkentem rajta. Vagy úgy... Ez bevett, de igazán van a Ferinek, igen. Ez abszolút bevett gyakorlat. Pont én Münchenben láttam ezt az Allianz Arénát, és így nem is nagyon csodálkoztam. Hát nyilván ez a reklámról szól, azért a futballban annyira profi, sőt, hát iszonyatos pénzeket mozgat meg, hogy ezt kihasználják. Tehát ez szerintem ez abszolút belefér. Tehát, hogy ezen én nem lepődtem meg. Ez nyugaton, Németországban, Angliában, ezt nagyon sok helyen csinálják. Én, mint sportszerető ember, örültem volna neki. Én is örültem volna, de szerintem nem tiszteletlenség, mert nyilván az ugrik be az embernek, hogy eddig így hívták, akkor most majd az edzőközpontot hívják így, hát ez most kit érdekel. Szerintem ettől nem fogják kevéssé szeretni Albert Florian. Ennek szerintem akkor van jelentősége, mert hogy a szurkolók nem fogják egymást között úgy emlegeti az arénát, nyilván, de nem fogják meg a biztosítónak a nevét mondani akkor, amikor majd az arénát akarják mondani. Mondani. Tehát, hogy mit tudom, sajtóanyagokban ennek van jelentősége, itt a homlokzaton talán van jelentősége, amikor írnak róla, vagy akkor hivatkoznak rá, szurkolók úgyse fogják így hívni. Miattuk lett volna talán jó, hogy akkor mit tudom, hát nagy betűvel az, hogy Albert miatt, kis betűvel ez megjelenik a sajtóban, tehát ez minden, hogy ez 10 éven keresztül, tehát hogy ez mondom, visszaköszön. Pontosan igen. Ezt mondom. Igen. Tehát hogy a sajtóanyagokban persze vissza fog köszönni, de a szurkolók, az ortodox Fradi drukkerek nem fogják azt mondani majd, hogy az biztos, hogy nem. Na jó van. Egy érdekes történet esett meg egy férfivel, aki 37 ezer forintnak megfelelő összegért, mert a történet nem magyar, csodaszert rendelt magának. Ez egy ilyen hosszabbító, potenciál növelő csodaszer volt, de nem is ez a lényeg, hogy most ő pontosan mit rendelt. Ugye nem teszt a lelkét akarsz csinálni. Nem. Az volt a dobozra írva, hogy ne használja napfényben. És ő egy növelőszert rendelt, tehát egy pénisz növelőszert rendelt, 37 ezer forintnak megfelelő összeget fizetett ki. És ugye vannak a nagy csodaszerek, amit szerintem már legalább egyszer mindenki megrendelt magának, a hajnövesztőszer, a fogyasztószer, a tablettaszer, az izmosítószer, a fehérjepor, tehát erről akarok beszélni, csak egy mondat erejéig, amivel ugye felvezetjük ezt a témát, hogy az ember egyébként mit kapott, ne használja napfényben, ez volt a borítékra írva, kinyitotta, és egy nagyító volt benne. 37 ezer forintnak megfelelő összeget rendelt ki. A felirat az volt, ne használja napfényben. Kivette is egy kicsi nagyítót neki leszámlázta. 37 ezer forintért. Hát ugye, ilyen rendesek. Növelőszer. A figyelmeztetése, mert ugye a nagyító napfényjel mit csinál? Hát egy picit lukaszt. Hogyha ilyen felületen használják főle. Így van, hogy elperzsel ott a... Ilyenkor visszajár a pénz? Vagy ilyenkor, ha téged megtréfálnak, akkor semmi nincs, nem? Tehát mondjuk, ha átvágtak, és nyilván elhitettek veled valami mást, és közben nagyítót kaptál, akkor azért lehet, hogy te vissza tudod perelni persze, a pénzt. Hát, hogy a rendelésnél, főleg, hogyha volt még egy fotó is arról a dobozról, vagy arról a termékről, meg a leírás is ott volt mellette, ami alapján te azt megrendelted, akkor azért az a vásárlónak, a vevőnek, a megrendelőnek az átrázása, vagy félrevezetése, tehát hogy biztos, hogy visszajár a pénz, de a poénnak nem rossz. Igen. Arról nincs egyébként hír, hogy kiderült, hogy kik állnak a megalázó átverés mögött, mert hogy nem akarta elárulni az emberünk, az áldozatunkat, a cégnek a nevét, akinek bedölt. Hát, de hogy megalázó. Tehát hát, ugye mindig túlreagálják ezeket a dolgokat, hogy én kaptam volna, és én rendeltem volna magamnak egy ilyet, azt kinyitottam, néztem volna, de először nem is értettem volna, hogy mi van, aztán leesett volna, és röhögtem volna. Kifizettél volna 38 ezer forintot egy nagyítóért, mondjuk rendelsz bármilyen növesztőszert, és utána nagyítóval menne, azért nem mondtad volna azt, hogy ugye hagyja. Ugye már 38 rugót kifizetsz. Előbb megnézem, hogy honnan vásárolok, honnan rendelek, tehát, hogy mindenhonnan nem. Szerintem nem ez a baj. Tehát, hogy
Figyelj, ott a kicsi kukesz a probléma, amivel te szeretnél valamit kezdeni. Azért ez, igen, tehát itt a gyengédre tapintanak, és jön egy nagyító, szerintem van benne. Van benne rizikófaktor, hogy azért az nem mindenkinek esik jól, ha pénisz növelő szert rendelsz, és nagyítót kapsz. Igen. Nem? Így van. Hogy azért az lehet, hogy nem esik jól. De hogy tudnak ennek még az emberek bedőlni? Illetve ti rendeltetek már valaha valamilyen növesztő, visszahozó, fogyasztó szert? Nagyítót rendeltem. Na igen, hát az nem kell, ez bemész 200 fedre össze legyen. Kapta, és azt mondták, hogy véletlenül összekeverték valakit. Ami például most nagyon megy ismerősöknél, ez a fogyasztó szer. De hogy ez nem átvágás, ugye ez egy működő dolog, hát ez egy ideig ugye legálisan majd illegalitásba vonuló ismerősök, mindenféle dílerektől rendelik ezeket a tablettás szereket. Ugye? Ez most, ennek most nagy piaca van. Ha még nem szüntették be. De az legalább nem átverés, az működik. Csak hát, beletök lesz. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy jó-e az, hogyha így fogysz le. Igen. De mit rendeltetek valami? Hajnövesztő? Nem volt soha. nem. Nagyon sok kamu hajnövesztőszer van a piacon. Én a klasszikusokban bízok. Egyébként ilyet használok. Nem árulok el vele a nagy titkot, de ilyen jellegű sampont használok előszeretettel, amikor nem kókuszosad, mert ugye mindenki tudja, hogy a kókusz fanatikus vagyok, és az édesapám annak idején ezt elkezdte használni, ezt a bizonyos klasszikus hajszeszt, illetve hajbalzsamot, meg sampont, és akkor én azóta azt használom. De nem reménykedsz már, tehát nem azért. Csak megszokás. Nem, nosztalgia, édesapámra gondolok minden alkalommal. Tehát nem úgy érted, de nincs benne. Túlzó elvárás, hogy állsz és nézegeted a hajagymáidat, hogy esetleg megnőtte, mert hogy az a genetikai alapon van, az már nagyon nem jön vissza. Tudod, ez kicsit olyan, mint a megint egy szakterületem, hogy a váromoknál az állagmegóvás, tudod, hogy lepusztult, de legalább ez maradjon meg. Az nem a klasszikus, vagy ilyet, az a klasszikus dolog, amit te használsz, de ugye az egy gyógynövényes sampon. Tehát az mondjuk nem keverhető össze ezzel, hogy vegyél be 8 tablettát, és akkor visszavonul a fűszőröd, vagy mit tudom én. Tehát, hogy ezek a klasszikus átverések, a nagyok, az nem az, amit te használsz. Tehát, hát az egy gyógynövényes. És most már jó illata is van. Nem úgy, mint akkor, amikor az édesapám használta. Akkor azért elég nehéz volt. Változtattak az összetevőn? Igen. Hát igen. Azt kimenekültél annak idején, ha bárki használt. Tehát hogy az volt, hogy fel se kellett tenned a kérdést, hogy te mit használsz. Mert csak így... De ez a B-betűs? A B-betűs? Ja, hát azt tudom. Hát az nagy klasszikus, persze. Nagy. Most hirtelen nem tudtam, hogy erre gondolsz. Most vonták ki a forgalomból. De hogy? Még mindig van? Nem, egy egész termékcsalád van, érted? Alul felül használom. Burjánozzék, mi? Igen. De hogy én például láttam olyan krémet nőknek, amivel ha bedörzsölöd a melledet, és én erre akarom kifutatni a témát, hogy írjanak azok, akik bedöltek valaha valami olyannak, amiről nyilván a később rájöttek, hogy itt növeszt. Nem, hogy növeszt. Volt olyan krém, amit hirdettek, én nem is tudom, vagy tévéshopokban, tehát reklámokban, vagy újságban, már nem tudom, hogy hol láttam, hogy mit tudom, egy hónap kenés után volt egy előtte kép, volt egy utána kép, és elhitették női olvasókkal, tévénézőkkel, hogy ezt használod, meg nő mellett. És állítólagosan nők ezrei rendelték meg, ilyen kámforos illatú volt, bekented, érezted, hogy ott van, és okozott egy ilyen kis vérbőséget. Aha. Ugye az volt a trükk, és hát oda vizionáltad a placebo hatás alapján, hogy neked megnőtt a mellett, berakták rendesen az előtte, berakták rendesen az utána képet, és mutatták, hogy nem tudom, 34 éves Rita, előtte, utána, előtte semmi, utána, nem hitted el, hogy mekkorát dobott rajta a krém, és ugye ezt például megrendelték nő, tehát ennek magyar nők bedőltek. Hogy ilyeneket elhiszel, és megrendez 15 000 forintért egy mellövesztő krémet. Hinni akarsz benne, mint hogy hinni akarsz például, amit tudom én, a cellulitis ellen alkalmazott különböző kencékben is. Tehát, hogy rajta, igen, és a narancsbőr a nők legnagyobb ellensége, hitetik el egyébként a hölgyekkel, amivel egyébként például megmondom, hogy szerintem meg tudok barátkozni, nincs vele semmi gond. Rajtad is van, az semmi gond. Hát ez tényleg világos. És ők meg, tehát hogyha azt látod valahol, hogy a tökéletes cellulitis elleni szer, abban a pillanatban már mész a pénztárhoz, már veszed, már kened vele magad. És az esetek nyomja a többségében semmiféle hatása nincs. Na de hogy hiszed azt el, hogy nagyobb lesz a melled? Tehát ahhoz nagyon-nagyon-nagyon butának kell lenni. Látom, hát érted, az elég. Vagy annyira elégedetlen vagy magaddal, igen, hogy egyszerűen elhiszed, hogy az elkezd működni. Hinni akarsz benne. Nőknél mi van? Nagyobb mellt, cellulitis, ugye, narancsbőr. Igen, kisebb fenék. Tessék, azt nem láttam. Fogyasztó krém. Igen. De az fenékre? Aha. Hogy bekered és kisebb lesz a feneked? Meg Jézus, ilyenek, de az is van. Nekem a kedvencem az a fogyasztókrém egyértelműen. Tehát, hogy az, aki elhiszi, hogy bekini magát egy krémmel naponta háromszor, vagy annyiszor, ahányszor írja, ez a használt utasítás, és utána pedig csökken a testsúlya. Kilók szaladnak letőle. Hogy?
Az nagyon nem, fura. Nem működhet. Az nem működik. Hát ha a haja köröm, ugye a nőkém. Igen, hát a haja férfiaknál szerintem, nem? De a kinövés az igen, de a nőknél, hogy még nagyobb fényű, még dúsabb hatású. Hát, arra vannak igazi dolgok, tehát arra vannak igaziak. Ásványanyagot tart, A vitamin, B komplex vitamin, tehát az abban mondjuk van a realitás, hogy egy nőnek mondjuk szebb legyen a körbe vagy a haja. Arra vannak mindenféle kapszulák. Élesztőt kell lenni. Férfi hajnövesztő, nem, pénisz, ugye, egyértelműen. Azt mondjuk én nem láttam ilyen krémet, tehát hogyha bekered és nagyobb, azt nem láttam. Nőknél láttam a mellkrémet, a férfiaknál nem. Sokáig és alaposan kenegetve, akkor nő. Fogyasztó tabletták, ugye? Tehát az is megy, bár azt ugye szerintem nem hirdethetik, tehát az illegális, a mindenféle dílerektől tudod beszerezni. Igen. Most már, tehát hogy az most már nem lehet hirdetése. Főleg az ilyen összetevőjeket, azokat kitiltották. Hát igen. Én nem tudom, de én most láttam valami újság hátoldalán. Hogy beszeded és lefogysz tőlem? Igen. Mondjuk egy étrend kiegészítő az oda, az lehet, hogy az a menekülő út. 9 után meg tudjuk kérdezni, akkor már szerintem benn van. Az egyik fogyasztó. Az egyik tablettás. Az egyik nagy fogyasztó. Fogyasztó rendelő. Kereskedő. Igen. Nekem nagyon sok ismerősöm szedi. Az a probléma ezzel. Beszeded és elveszi az éhségérzetet, felemeli a vérnyomásodat, megemeli a pulzus számot, és ugye hát konkrétan úgy működik, mint a kábítószer, az a hatása, ugye? És hát fogysz vele. A legnagyobb elveszi probléma... Elveszi az éhségérzetet. Nyilván probléma az is, hogyha egyszer elkezded szedni, és akkor eléred a célodat, de a legnagyobb probléma az, hogyha utána ilyen akuttá válik nálad ez a dolog, és folyamatosan szeded, csak szeded, és közben nem figyelsz a táplálkozásodra, közben nem mozog, stb. Tehát, hogy nem egy egyszeri kúra, hanem hogy gyakorlatilag rendszeresen, mint más a C-vitamint, és vannak ilyenek. Megy 5 kiló, jön, megint elkezdett szedni. Egy darabig ilyen nagyon volt veszélyes. Egyébként az alkohol semlegesítő, arra emlékeztek? Igen, a benzinkúton igen, volt italformában, meg az volt gyógyszerformában. Kiózanott. Igen, tudod, ez nem működött? Én nem próbáltam soha. Hülye vagy, nem azért iszom, hogy ezt egy gyorsan elmúljon a hatás. Ezt nem próbáltam soha. Elvileg igen, hogy kiózanozz, de hát a vérből nem hiszem, hogy el tud túl tűnni az alkohol. És azt hirdették, hogy üljél nyugodtan autóba. Az volt a legnagyobb átverés benne, hogy ugye valaki hívott mondjuk éjfélig, akkor gyorsan megívott egy ilyet, és akkor majd háromkor hazavezett. És ki tudtad játszani a rendőrt, lehelyen rám. Tényleg nem is. Na megtaláltam, gyerekek, valamilyen size a neve, tök mindegy, természetes pénisz nagyobbító készítmény. Nem csinálunk egy ilyen egyhetes teszt a lelke rovatot? Tök jó. Hmm. Szerintem tök jó. Vásárlói vélemények. Igazán nem gondoltam, hogy ennyi jótékony hatása lesz a terméknek. Igazából csak azért vettem meg a tablettákat, hogy a merevedésem megbízhatóságát javítsam. De meglepetésemre minden más tulajdonsága is megváltozott. Te jó. Aha. Könnyedén van, nagyobb. Jön mindegy. Péter H. Warren P. ezt mondta. Hosszasan kerestem biztonságosabb módszert a hímvesző megnagyobbításához. Uh-huh. Itt van. Hm? Megrendeljem neked? Nem, az a baj, hogy nem most... Csak kíváncsiságból, hát ezt tejük le, itt van. Kattints a rendeléshez, megtaláltam. Az van, hogy... Főoldal, bizonyított formula, hatásmechanizmus, vélemények. Hatásmechanizmus, azért rámegyek. Mondjad közben, mi van? Nem, csak azt akarom mondani, hogy majd, ha kifújtam mostani projektem, mert oda volt írva a használatot utasításra a nagyító mellé, hogy hasonló hatású szerekkel ne keverje. Tehát egyelőre várod kell? Igen, most először nagyítózok, és akkor majd utána. De akkor van még mindig ilyen a piacon Magyarországon is? Van. Hm? Akarod? Neki csak menjünk. Kíváncsiságból. Ez a cucc tényleg működik, írja Edward. Edward Kaliforniából. Írjon SMS-t, akinek van Edward nevű ismerős. Ez a cucc tényleg működik. A tabletták szedése után egy hónappal kezdődött, és a felesége mondta, hogy nagyobb-jobb. Uh-huh. Mindkettők számára. Én nem, előtte mondta, három a rendelés előtt mondta, hogy a nagyobb-jobb Edward. Épp most rendeltem 3 havi adagot. Mennyire valós vásárlói élmények ezek, nem? Tehát mennyire érzed azt, hogy ezeket tényleg nem valaki ott írta a marketing osztályról, hanem hogy ezek valós vásárlói élmények. Megnézzük mennyit, csak kíváncsiságban. Félnek, mondjuk a múltkoriban még van 2 deci, de megrendelhetjük ezt is. Azt mondja, hogy egy darab doboz a 15 000 forint, 2,28, 3,37, 4,48. Nem olcsó. Nem. 10 monóra ugrottatok? Nem. Nem. Szóval, hogy 15 200 forintért viszel egy dobozt. Aha. Nem próbáljuk ki. Na, de akkor 3-at kell rendelni, az már 36 000. Adjuk valakinek, aki nem tud róla, csak tegyük a reggeliébe. Jó. Mert tabletta formájában ott van. Svécizünk ki valaki. Várjál, úgy van, hogy mindig Jani hoz reggel egy ilyen kakaós csigát, vagy mit, pizzás csigát, és a felét odaadja a Zsülnek, hogy abban szerintem simán. Nem, törjük bele az Anna kávéjába. De ez...
Jó, hát a... És hát a megnőne, megnőne a balkarja. Mondani, nem tudom, mi van, mert olyan furán hosszú a balkarom, hogy tedd össze, és 10 centivel hosszabb lenne a balkarja. Mostanában teljesen lefittyett az orra, nem tudom, hogy mi. Törjük bele a kávéjába egy hónapon nagyon keresztül, úgyhogy nem tudja. Nem tudja, hogy, hogy ezt csináljuk. Vagy Csabinak. Csinálunk minden reggel neki egy kis zöld salát, és azt mondjuk, hogy én balzsemecet harag. ami marad harag. Na jó, írjanak nekünk, hallgatunk, hogy ki minek dőlt már be, jó? Tessék nyugodtan őszintének lenni, ki mekkora hülyeséget vett már meg, amitől azt gondolta, hogy elmúlik a narancsbőr, le tud fogyni, megnő a haja, szebb lesz a bicepsze, lemegy róla 10 kiló, mennyi ideig dörzsölte magát, mit kellett szedni, és mikor jött rá, hogy sok-sok ezer forintot dobott ki úgy az ablakon, hogy a dolog az egyáltalán nem működik. Jó, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 lesz pontosan, 3 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggel, gyorsan egy közlekedési hír. Ez a legfrissebb, Győr Zámoljon a csodaszarvásnál, Szöszi méri a Győr felé igyekvőket. Abba is Erika küldte nekünk, úgyhogy ott mindenki menjen lassan. Na, mi pedig a nagy csodaszerekről beszélgettünk, ugye, hogy ki mit rendelt már, ki minek dölt be. Ugye a férfiakat és a nőket is tulajdonképpen megpróbálják ellátni különböző reklámokkal, ami ugye rájukat férfiaknak potenciál növelőszer, hajnövesztőszer, nőknek combfenék kisebbítő, melnövesztő, balzsamos, nem tudom, gyógynövényes krémek, amiket meg lehet venni. És hát, ahogy látjuk az SMS-ekből, elég sokan, elég sok mindennek bedőltek már, és megvásároltak sok mindent. Kisfiamnak vettünk 5 hónapos korban elalvós tusfürdőt. Aha. De olyan jól sikerült, hogy csak aznap nem aludt egy percet sem, reggelig megállás nélkül sírt. Elalvós tusfürdő. Mekkora kamu, nem? Elalvós tusfürdő, nem láttam ilyet. Nyugtató. Aha, igen, meg jól lászik tőle a baba, igen. Arra építenek, ami a legjobban fáj, vagy a legnagyobb problémád abban az élet periódusban. Nem alszik a gyerek. Igen. Jelenleg a legújabb fogyasztó csodaeszköz egy lábúj gyűrű. 2 hónap alatt az ígéret szerint 10 kilót fogyhatsz. A lábúj gyűrűvel? Óriás. Igen. De cselesek, mert ingyenes étrendet küldenek hozzá, amit be kell tartani. Ez egy 1200 kalóriás étrend, amit ha gyűrű nélkül is csak simán betartasz, hát akkor is fogysz. Hát persze. De ez még mind semmi, várjál. Az oldalukon egy halott nőnek a képével tették ki véleményt, egy másik meg vesedonorra vár, és mindkettő amerikai magyar névvel. Te jó Isten! Aha, okosan kitalálták, hát nyilván az sok pénzbe kerül, ugye, ez a, igen, a vesedonor. Rengeteg magyarországi vásárló is megvette egyébként, és azt hiszik, hogy a gyűrű miatt fogynak, és nem tudják, hogy az étrend miatt. És még oda van írva kiegészítésként, hogy fuss napi 1 órát. Igen, lábúj. 1200 kilométer. Lábúj gyűrű. De várj, mi az indok? Tehát mi hat a lábújon? Hát nehogy már neked kell ilyen hogy elmagyarázni, egy, hát egy pontot nyom a lábúj gyűrű. Balázs! Tehát egy reflexológiai, talpreflexológiai pontot nyom, és azért fogysz. Balázs, aha, ezek a gyűrűk folyamatosan fejtik ki a hatásukat. A viseletével folyamatosan áramlik a testünkben a mágnesesség, és a különleges elhelyezkedése által a gyűrű folyamatosan masszíroz és ingerli azokat az akupresszúrás pontokat, amelyek hatnak a zsíregetésre. Tehát kérdezhetsz ilyen butaságot, te. Nem te csinálod ezt a céget? De. Nagyon tanult vagy. Az a baj, hogy nem tudok hitelesen hazudni. Kopaszodásra kencéket vettem, hátszőrösödésre végleges szőrtelenítést, kidobott lóvé kb. 150 ezer forint. Van ilyen krém, amit bekensz, azt mondja a hátadra, és végleg leveszi a szőrt? Igen? Nincs hátszőröm, hál' Isten. Csak rá kell ragasztani még egy famentes papírlapot, és nagyot rántani rajta. Szerintem ilyen nincs. Egy ismerősöm vásárolt interneten napenergiával működő ruhaszállítót 7998 forintért, kapott 20 méter zsineget, 2 csavart, igen, és egy használati utasítást. Jó, beszéltünk már, igen. Jó. Feng Shui módszerrel próbáltam mellett nagyobbítani, nagyon boldog voltam, hogy milyen sikeres a dolog, majd 2 hónap után kiderül, hogy terhes vagyok, azért nőttek meg a cickók, írja. Na várjál, viszont ha a Feng Shui-tól lettél terhes, akkor azt árulnám. Mert ugye ezt egy csomó ember szeretné, hogyha működne. De akkor rájössz a Feng Shui-tól nem leszel terhes. Fordulj kelet felé, vagy mi? Igen, hajolj előre. A Feng Shui ez egy jó dolog, ő nem mond ilyen hülyeséget. Hál' Isten. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello, István! Szia! Igen, István. Hello, István! Na, te milyen tablettát vettél, vagy mit vásároltál? Hát én ezt a fütyinővelő tablettát próbáltam ki. Na! Amiről itt beszéltetek. Komolyan? Hát, aha, aha. Hát de nem volt ennek hatása, meg igazából nagyjából átveri is ez.
De az apropója mi volt? Tehát hatalmas volt, és szerettél volna egy égigérő passzújt, vagy szabad szemmel kevésbé volt látható, hogy szeretted volna, hogy a nők komolyan megyenek. Tehát mi volt az indok? Hát a méretem az átlagos, és hát csak gondoltam el, mert általában minden férfi van. Mások által átlagosnak mondod? Hát figyelj, a barátom nem panaszkodott eddig. Aha, hát akkor meg minek? Csak mondom, hogy nő azt mondja, hogy pont jó, azt jelenti, hogy kicsi. Ezt higgyétek el. Hát igen. Én is sem ilyen, hát nem, pont jó. Nem, aha, panaszkodó. Jó. Igen. Szóval, hogy értem én, hogy bevásároltál, igen. Na, és mennyibe került, vagy mennyi pénzt költöttél erre? Ez szerencsére úgy volt, hogy körülbelül egy olyan 10.000 forint volt egy ilyen havi adag, és pont akkor vettem mérőt, még hitelkártyám lejárt volna, de hogy tudod, ezeknek van ilyen érvényességi ideje, és úgy, hogy emiatt is mertem megkockáztatni, hogy megadni hitelkártya adatokat, mert amúgy ja, féltél, hogy levesznek róla többet, igen. Na, megérkezett hát, a szer, és mi történt? Bevetted az elsőt, kifizetted a pénzt. Igen, hát igazából ezek ilyen placebo-k szerintem. Mm-hmm. Nyilván persze, nem most az nem csak maga. Nem, maga a dolog, hogy ilyenkor minden este bemegy az ember egy colstokkal, vagy aznap a szabadságot vettél ki. Vagy bementél a munkahelyen az ebédszünetbe, kicsit rá, és még bedobok egyet. Tehát hogy működik önmagában? Ez érdekel, persze nyilván nem működik, hát baromság. De hogy csekkolod, vagy nézted? Persze, egy úgy hetente egyszer megnéztem, abban az mondjuk, egy hónapban. Nem fürdes sűrű. Mit ígért, hogy aktívan vagy passzívan fog nőni? Hát egyszer nézted, hát a napi egyszeri zuhajzást azért az lehet. De a mérés biztos. Jó, hogy heti egyszer mérted? Aha. És volt ilyen, hogy azt ajánlotta, vagy azt állította a papír alapján, hogy mit tudom, hogy 10 nap múlva, vagy 2 hét múlva, vagy 1 hónap múlva? Hogy volt ez? Igen, mit ígért tényleg? Hát ilyeneket ígért, hogy egy hónap alatt 2-3 centi, vagy akár 5 centi. És olyan volt, hogy mit tudom én, amikor láttad, hogy lejár az egy hónapok óta, leszórtad világszírmokkal a hálószobát, aznapra Szabit vettél ki. És azt mondtad, hogy na majd most, hadd szóljon! Amúgy nagyon csalódott voltam, hogy nem működött, úgyhogy nem történt ilyesmi. Aha, csalódott volt, hogy nem működött. Nem, úgy különösebben nem. Nem, persze, nyilván nem azért vetted meg, mert szeretted volna, hogy 3 centivel nagyobb legyen, persze. Értem, hát csak úgy vitamin helyett az ember ezt úgy. Csak úgy beszedi. És meddig szedted, vagy mikor jöttél rá, hogy abba hagyod? Hát ezt az egy hónapot úgy végigszedtem, de aztán nem is erőltettem ezt, mert gondoltam, mert alapból is, hogy ezek ilyen kalmuszerek, de azért hát egy szobát úgy voltam, hogy megérni. Végső elkeseredésedben nem vásároltál egy női oldalon mellnövesztőszert és kentett be azzal, hogy hát ha működik, nem volt ilyen? Nem gondoltam, hogy énekesi pályára török, aztán én is hasonlókrat, mint a Barátnőd veled van még, István? Itt van. Na, hát akkor jó. Na, hát akkor még nincs semmi gond. Olyan nagy baj nincs. Igen. Ő is amúgy nagy morisó hallgató, aztán. Köszönjük szépen. Maradt esetleg a szerből? Átvenném. Ilyen féláron átvenném. Jani bedörzsölni vele a homlokán. A talpamat hátha növök. Én azt hallottam, hogy Janinak nem igazán van szüksége ilyesmire, legalábbis a morisóból szokott. Megkérdezném, honnan tudod, de nem akarok erre rá kérdezni. Hát barát, tőle tudom. Ja, igen. Jól van, István, köszi, ciao. Hello. Hát igen, egyébként ez a megoldás. Vagy magadnak egy tágítót, vagy a partnerednek egy szűkítőt, és már mindjárt. Igen. Úgy kínáltak cipőt, hogy ilyenben már lefutották a maraton. Írja a Lackó. De Lackó. Ő nem hazudott, lehet, hogy valaki egy ilyenben futott. Igen, sőt, már mezikláb is akkor attól mit veszel. 10 éve Amerikában dőltem be a cicinövelő herbál készítménynek, hozzá kellett tennem, hogy az akkori férjem exe irogatott neki, hogy megműtette a melleit. Aha. Tehát volt egy kis nyomásgyakorlás, hogy ilyenkor az ember megpróbáljon zárkozni. Az mindig komoly monzer, egyébként, amikor rá van írva, hogy csak természetes alapanyagok, meg hogy gyógynövényszerek, meg stb. Igen. Nekem azt mondta valaki, hogy a legjobb potenciál növelő a sárgarépa. Csak jó erősen oda kell kötni. Igen. Valaki írja nekünk, hogy van ilyen, hogy öregedés gátló készítmény, regeneráló készítmény, kapszula formájában megvásárolható, lassítja az öregedési folyamatokat, megköti a szabad gyököket, és ezáltal te lassabban fogsz öregedni. Ez milyen? Öregedés gátló készítmény. De mi a viszonyítási alap? Hát honnan tudod, hogy, igen, hogy milyen sebességgel öregednél, ha nem szednéd? Jó, ide okos. Igen, hát nem tudod meg soha, hogy öregednél. Igen. Te jó,
Biztos kétszer ilyen gyorsan öregednék egyébként. De jó, hogy szedem. Úristen. Meg vagyok győzve. Szűzte a forte, írja valaki. Ez nem tudom. Két hónapig itt a mély gyomorra olyan durva hasfajtó, hogy minden étkezés után csak Kinder Pingvinben tudsz elmenni a budiig. Egyébként tényleg. Hát ezek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó. Igen. Egyensúly karkötő őrület, emlékeztek tényleg erre? Tényleg. Abból vettem párat. Persze, hogy jó lett az egyensúlyom. Az mire szolgált? De én nekem az nincs meg. Kipróbáltuk. De ez mi volt? Itt. Volt benne. Igen, volt bent. Hogy fölveszed, és akkor lelkileg, energetikailag, mindegy egyensúlyba kerülsz. Meg fizikailag is. Tehát jó nagy marasság. Volt egy ilyen teszt, emlékszel, hogy kiket nyújtani a kezed, és akkor... Szerintem én nem voltam itt, vagy én erre nem emlékszem. Ja, lehet, hogy pont szarim voltam. Én szerintem szarim voltam. És akkor, hogy egyensúly... Ha már elmondva is nagyon durva lett. Ha majd keres rá a neten, az volt a teszt, hogy egyébként oda ment egy törékeny 40 kilós nőhöz, egy ilyen 100 kilós pacák, és meglökte karkötő nélkül, elesett, majd fölvette a karkötőt, a nő kitártott egy oldalra a kezét, és akkor nem tudta lenyomni a kezét. De, Jézus! Igen, de harmadszorra nem tudott produkálni semmit, mert hogy egy ilyen lakritikülel úgy szájon lett vágva. Fogyasztófűszerpor, írja még valaki, teljes nyugalommal behozta egy jó barátnőm a körömpörköltet megszórta a porral, és bűntudat nélkül megette, mert nagyon azt mondta, hogy úgyis van rajta fogyipor. Nagyon jó. Fogyasztópor. Fogyasztófűszerpor, és beszórod a körömpörköltet. Óriás. Zseniális. Tehát micsoda tudatosság, nem? Beszórod a körömpörköltet. Na jól van, oké. Köszönjük szépen az SMS-eket, nagyon-nagyon. Nagyon szórakoztató dolgok vannak, hogy ennek még mindig valaki bedől, ebben ez a megdöbbentő, hogy ez egy mekkora iparág. Ha megnéznék azt, hogy a magyar lakosság hány forintot szór el erre, egyébként mindenféle ígéretekkel ellátó szerekre, szerintem 100 milliók jönnének ki. Nem? Ez hihetetlen. Hihetetlen. És még akkor nincs baj, ha csak elköltöd a pénzt, de ha nem lesz tőle bajod, akkor még örülhetsz. Igen. Hát igen, mert egyszerűbb tényleg fél perc alatt bekapkodni ezeket a pilulákat, meg inni rá egy pohárvizet, mint mondjuk napi fél órát foglalkozni magaddal. Meg nem enni meg a körömpörit, az bűn. Én foglalkozok magammal, de nem nő. Hát, ja, igen. Most egy hogy napi fél órát foglalkozom magammal, de foglalkoznék én többet is. Na jó, van, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt. Sziasztok! Szia! Anna vagyok. Hello, Anna. Hello. Anna, te rendeltél már valaha magadnak bármit is? Bármi nem, port, nem, krémet, fűszerport, semmit? Soha? Cerkanövelő. Nem, nem. Csináltam magamnak ilyen csodavizeket, azt se használ, de rendelni nem rendel. Csodavizeket? Milyen csodavizet? Ilyen szűrt vizet? Vagy milyen? Ilyen mentás, gyömbéres. Hát az még nem akkora csoda egy gyömbéres víz. Azért ez még nem a csoda kategória, hogy egy kis friss ereszel gyömbér van a vízben. Nálunk ezt szőrtnek hívják. Aha, de milyen célra csináltad ezt, Anna? Fogyok üresztél. Ja, hogy fogyjál, fogyjál. És akkor sikerült leadnod? Nem. Nem? Most hány kiló vagy? 63. De milyen magassághoz, mert... Igen, mert mondjuk... 62. Ja, jó, mert a 90 centi vagy ahhoz sok, de egy 160 centihez képest mondjuk egy 63 kiló, az nem tűnik annyira soknak. És ebből akarsz még ledobni? Igen. Tényleg? De 63 kiló az nem sok, nem? Hát attól függ, hol koncentrálódik. De tényleg, mert egyébként ez viszonylag arányos testalkatnak mondható. Mit csinálsz, Anna, mivel foglalkozom? Takarítok. Takarítasz? Egy takarító cégnél vagy egyénileg? Egyénileg. Egyénileg. Most is éppen valakinek a lakásán? Igen. Igen? Privát lakás? Igen. Az jó. Rendetlen? Nem. Rendes? Igen. Vasalnod is kell? Igen. Tehát akkor így mindent megcsinálsz? Igen. Uh-huh. És volt már, hogy kint hagyod direkt egy ezrest, és ledobta a földre nem. Az ágy alá, hogy te észreveszed és visszaadod, de nem volt ilyen tesztet, nem csinált? Nem. És volt már olyan fiók, amit kinyitottál, és inkább visszatoltad, olyat láttál benne? Nem. Elsápadtál, leültél, és ittál egy pohár vizet? És kért, vagy kipróbáltad. Kértél egy pohár vizet, vagy kinéztél az ablakon, hogy jönnek, kidugtad, áram alá helyeztél, és kipróbáltad? Nem? Nem tudtad bekapcsolni a porszívót, úgy remegett a kezed událra? Férfi, nő, akinél éppen takarítasz? Házaspár. Egy házaspár. Na jól van. Oké, Anna, milyenek a kérdések, Jani? Szerintem könnyű. Ez most egy kifejezetten könnyű kérdésor. Na megnézzük. Van, aki segít, vagy gondolom most egyedül vagy? Nincs, hát persze. Egyedül takarít. Jól van, nyakbalkasztóért így szól az első kérdés. Figyelj. Melyik ország csapata ellen hát játszott, az nem tudom mennyire jó szó, játszott legutóbb felnőtt magyar labdarúgó válogatottunk. Nagyon bátor játék van. Hihetetlen. Így van. Ürületesen harapós játék volt.
Viszont az is megdicsértük, aki nem is játszott. Így van. Micsoda. Ez így tök jó. Egyébként a formálódó felnőtt magyar labdarúgó válogatott. Harapós. Harapós. Mehetünk tovább? Menjünk. Így szól a második kérdés, dedikált Egér alátétért. Melyik világhírű színésznővel volt viszonya Kennedy amerikai elnöknek? Marilyn Monroe-val. Így van. Így van. Na. Harmadik kérdés előtt vagyunk. Megálljunk, vagy tovább menjünk? Ha már így bekerültem is, remegek, menjünk, vagy. Remegsz? Remegsz? Kihúztál megint egy fiókot? Te gyorsan dugd vissza. Így szól a harmadik kérdés, dedikált Morning Show óráért. Hogy nevezik egy szóval a parlagon hagyott mezőgazdasági területet? Parló? Ez az ugar. Ez az ugar. Mert hogy a tarló az ugye aratás után. Így van, az vágott, tehát az művelik. Jó, mindegy. Ez az ugar. Örülök, hogy itt voltam. Hát bumoz még egyet, ki tudja, hát ha. Tudod, van a bumcofterünk. Hát jó, majd kiabáljuk itt. Kint vagy az erkélyem? Igen. Jön haza a házas pár, és mondják, hogy figyelj, én nem tudom, mi történt a takarítónő, de annál kiállt az erkél, és hangosan ordított, hogy bum. Hogy milyen jókedvű takarítónőtök volt már ilyen, csak előtte hallottuk, hogy kinyit egy fiókot. Na figyelj, mennek az ajándékcsomagok, Tiki, Taki, figyelj! Picit enervált volt ez a bum. Na. Hogy? Nálam jön ez. Hogy nem kár? Vagy nem kár? Menjél. Na. Nálad is jön ez. Már. Nálam akkor hát mondta, hogy elment a monitor. Igen? Azt a minden lányit neki. Hát akkor. Hát megvan az ajándékcsomag. Hát akkor. Nagyon édesek vettük. Csináltatok egy jó napot. Aj, hát mit csinál, még ha mit csináltuk volna, de hát ez a bumszoftver, ez ilyen, hát most mondd meg, milyen rendes. Adott ritkán, de most a héten talán kétszer is adott, vagy egy héten belül kétszer. Ez tényleg ritka. Nagyon örülök, nagyon-nagyon. Jól van, van egy ajándékcsomagot, küldjük neked, jó? Köszönöm szépen, Pucsi, nektek. Jó munkát, ciao, hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hát, utána előtte meg hónapokig. Mi állítottunk rajta? Én nem tudom, mi lehet. Nem, jól biztos. Átépítette a stúdió. Az lehet. Valaki nyomott rajta véletlenül egy reszetet. Ez lehet, igen. Na jó van. Egy perc, pontosan 9 óra M3-141-es kilométerénél Pest felé. Most készülnek trafizni, kicsit elbújtak, alig látszanak, mindenki figyeljen. Jönnek a hírek után itt vagyunk mi. 4:10 van, pontosan jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk a hét utolsó munkanapján olyannyira, hogy ugye háromnapos hétvége elé nézünk. Yes. Így van, egy jó kis pünköst hétfővel kiegészítve. De jó lesz. És jó az idő, ugye? Végig? Jó, az hogy jövő. Gyerekek, az jövő messe. Szerdáig csütörtökig. 30 fok. Rohadtok majd a melegben. Nem. Mi élvezzük, szeretjük, hiszen nyár van. Meleg lesz, jó idő lesz egyébként, nem is miért be a telefonomon. No. Jövő hét szerdáig azt mondják, ameddig látják, hogy ez az idő ez marad. Szerdán már 32 fok, hétfőn is 32 fok, vasárnap 31, úgyhogy nem rossz az. Hibátlan idő lesz. Belekezdesz a vízisport idénybe? Ja, a triatlon miatt? Nem, az nem általa. Igen. Csak úgy kérdezem. Mások a technikai vonal se rossz, hajrá, arra is szakíts majd időt. Az edzéseken kívül, persze, de... Szeretnénk majd végbordozni vízis ilyen, de ez az úszás, ezzel ez engem még nem győztetek meg tegnap. Én ezen nagyon sokat vajuttam, de ez az 1-9 úszás, ez nekem nem. Tehát ha kell, tényleg 2 óráig ütöm a labdát egy 30 fokos pályán, ma éppen 11-től, de hogy én ott lubickoljak a Dunába, 1,9 kilométer. Tehát, hogy az nem lehet. Ez nem fal labda. nem lehet cserélni nem valahogy. Nem tudom, hogy Kropko Péterrel tudnánk-e esetleg az ügyben beszélni valami, de hogy így nem emlékszem egyetlen olyan Ironman-re se, ahol mondjuk így órákon keresztül szervált volna valaki. És tegeres, és forrát, és egy ász meg, de jó vagyok, arra élet. Nem tudom, még gondolkozom ezen. Akkor bringa. Vagy a futás, hát most a 21 kilométer csak vagy, lenyomod, nem? Vagy Feri hátán kajakozol. Na, melyik? Nem tudom, még gondolkozom. Hát, futni nem, tehát az biztos, hogy nem. De jó bringád az van. Hát kicsoba az City Bike, hát az nem olyan, amivel az Armstrongék mennek, vagy mentek a túron, tehát hogy az, gondolom, ott kapnánk valami. Értem én, hogy a csúcsra törsz, de hogy nem fontos, hogy olyan gyors legyél. Nem, csak teljesíteni kell.
De itt most tényleg, egyébként ez bennem is megfordult, hogy nem lesz a ciki, hogy mi utolsóként ván szólunk. Nem. Mi korábban indulunk két órával. Nem. Utolsók nem lennénk. Biztos, hogy... Á? Másik rádió is, vagy mi? Hát nem, hát ez most mi? Ez most egy bárki elindulhat? Vagy, bárki. Hogyha attól féltek, hogy utolsók leszünk, akkor indítunk majd egy B csapatot is. És mi választjuk ki azokat, akik abban szerepelnek. Innen a rádióból természetesen, és akkor biztos, hogy utolsó előttiek leszünk. Aha, az már tök jó. De muszáj innen a rádióból? Nem lehet, hogy mit tudom, mint a Lagzi Lajcsi fut. Ja, úgy igen. Tényleg. Fekete Laci úszik. És nem tudom, és a bringára ül, nem tudom, valaki. És akkor meg vagyunk. Nem leszünk utolsók egyébként. Nem. Ja, azon gondolkozom, hogy eldílelem ezt az úszást. Mire? Hogy lefelezzük a bringát, lefelezzük az úszást, és akkor... Egy wellness hétvégére egy sárvári szállodába, elég jó kapcsolatai vannak. Úszom egy kilométert neked, szívesen, nyílt vizen. Te leúszol egy 900-at. Azt már szívesen úszol. Úszom egy kilométert, és egy 45-öt letekerek neked. Azt egy óra alatt én megtekerem. Letekerem. Másfél max. A 45 kilométer te egy óra alatt. Akkor viszont szerintem vedd komolyabban ezt a sportot, mert ott lehetsz a világ legjobbjai között. Na jó, másfél. Figyelj, akkor a millenáris beton technőjébe is tekerje már le, léci 45 kilométert egy óra alatt, mert akkor... Jó, másfél. Aha, azt is megnézem. Kettő lesz az. Kettő? Hát, egy 20-at. 20 kilométerben, tehát milyen 20 kilométerrel láz szájjal tekerek. Ja. Egy kerékem. De az első. Na mit szólsz egy ilyenhez? Ma már a Jani benevezett minket erre a triatlóra. De én akartam csak röhögni rajtad, hogy ott állsz a kis úszógatyádban. Fele úszás, fele bringa. Hát a futásban nem tudunk a Janival, mert nekem én nem bírom a monotonitást, tehát én nagyon szívesen... Hát az úszás az nem volt. Az ott nem, mert jössz mellettem hajóval, ugye, mert váltanod kell, tehát akkor jönnöd kell mellettem. Röhögünk, úszom, dumálunk. Én szörnyű gyenge úszó vagyok, én a bringázást meg a futást azt meg tudom csinálni, de mert nyilván nem mi a számítás. Nem, én egy kilométert leúszom, és utána egy 45-öt letekerek. Aha. És akkor te úszol egy 900-at, meg tekersz egy 45-öt. De szerintem lehet, ez elég jó. Hogy néz ki az sportágon belül nem tudsz váltani. Mindent lehet. De lehet. Dehogy nem. Mondom, tényleg csak itt kanyar kell hozzá. Ahol egy kicsit eltűnünk a takarásban. Nem a Balázst, hogy megváltozott. Én tudom, hogy lesz a váltás. Egy adott helyre én lebukom. Aha. És én meg ki? És te meg így van. És ugyanabban a ruhában, ugyanabban a mezben, ugyanabban a sapkában jössz föl. De Ferinek kellene kezdenie. Jó, hát akkor kezdjen a Feri. Hogy igen, Feri kezd, és akkor utána jössz, és még azt mondják, hogy elfogyaszt az úszás. Figyelj, azt szerintem jó. Ez nagyon okos döntés, mert akkor bringából is kettőt kell szerezzünk, tehát jó biciklivel menjünk már, érted? Hát szeretnék olyat, amikor így rá lehet feküdni a kormányra. Az a triatlonos bicikli. Vagy én egy olyat szeretnék. Ráfogsz. 40 körül már. De egy már fekszel. Én szeretnék egy olyat, nekem az úgy tetszik a túron is, amikor így ráfekszenek erre a kormányra. Na, nekem nincs olyan kormány. A túron, de nem baj. De ilyen, de tényleg csináljuk azt, hogy van ilyen irgalmatlan high-tech, szóval tényleg úgy álljon a Balázs. Csengő, húzzunk magunk után sörös dobozokat. Alien sisak, egy alien fejformájú sisakkal, tudod, mint hogyha valami irgalmatlan világcsúcsra készülne, de hogy tényleg minden áramból a rajta, teljesen simuló, ilyen azért ufonóta. Hogy cuccba, érted, és akkor, és itt 10 kilométer után, nyeeem, zsoldar. Nem, gyerekek, nekem jó a kondim. De nem lesz baj. Aha, jó, de heti kétszer-háromszor játszom. Terem, igen. Heti kétszer-háromszor játszom. Meg valamikor még két végén szkassolok. Tehát nekem a kondival nincs más. Olyan. Nem úgy értem, hanem hogy fizikailag azért nincs olyan. A futás egyébként a térben... Az alapjaiddal semmi gond nincsen, meg tényleg sporthoz. De, azért, de nem szabad összekeverni egymással a sportágokat. A teniszhez is más jellegű kell. Hogy futáshoz ne? És kerékpározáshoz tök is. Tök más mindegyik. Tehát, hogy persze. Azért ez nem. Hogyha 10 próbázó lennél hobbi szinten, akkor én azt mondom, hogy akkor azért van affinitás mindenhez, de... Jó, hát nem leszek egy ilyen, csinálj meg 50 napon keresztül minden nap egy triatlon, tehát ezeket nem nekem találták ki. Úgyhogy, na mindegy, díleljük valamit, és akkor elindulunk ezen a versenyeden, amit ennyire erőltetsz. Jó. Jó, valamit meg kitalálunk. Ja, kicsit fürdőzgetsz, te is kicsit, én is kicsit bringa. Merre a bringakör, merre megy? Hova megy a bringakör? Mert azt tudjuk, hogy az úszás az ugye a Kopaszigátnál az öbölben lesz, tehát ott van az 1,9 kilométer. Na jó, de a 90 kilométer bringát azt... Hát egy kékes... A Kopaszigáton oda-vissza. egy ilyen kékes leföl. Semmi. Jó, akkor te kezded föl, én lejövök szívesen. Gyöngyösül, indulsz, vönd, fordulsz, gurulsz.
Jó, jó, lesz én indulok fölfelé, te jössz lefelé. Jó, akkor mehetünk. És akkor az első felét nyomott te, és akkor a másodiknál, mert akkor még pici idő kell, még felszereljük majd a előre a bevásárlókosarat a biciklire, mert abba visz majd engem a Feri. És a váltóponthoz. Nem, te jössz bringával oldalkocsin, azt megbeszéltük tegnap, hogy neked lesz egy kis oldalkocsi, egy kis bukós is, aki szemeg ott fog szülni, bemegyünk veled a célba, kipattansz, és ott lök majd ott hátul. Igen, kipattansz, és nagyon elkezdesz rohanni. Jó lesz ez, higgyétek el. Kitaláljuk. Hogy pont stabil legyen. 1 millió 7 ezer találtam bringát neked. Na. Ez ilyen már. Jó, hogy kapni lehet. Jó, hogy kapni lehet. Itt a Júli lebarnulva. Júli, gyere már be, mitől van ilyen jó színed? Mondd el nekünk. Hát a jó szín az mondjuk túlzás. Építkeztek? Konkrétan tojást lehet sütni a mellkasodon. Mi van, megégtél? Vagy hol voltál? Hát nem, hogy megégtem. Hát ez... Igen, tojást lehet rajtam sütni. Két nappal ezelőtt úgy döntöttünk a férjemmel, mert elszabadultunk két napra a gyerekektől. Ó, oh, romantikus hétvége. Igen. Jó, az leszakadt a mikroajtaja. Hát, rádesett valami. Mi történt? Hát az első nap, amikor lementünk, délután szakadt az eső, és a második nap volt ugye a teljes nap, és akkor kisütött az a nap, és akkor azt gondoltuk, hogy akkor most egy picit barnulunk, mert hogy nincs ott a két gyerek, így hagyhattak minket. Na hát ez lett belőle. Júli konkrétan rommáig vett, tehát fehér, tehát hogy akkor miért nem nudizol, ha ennyire szeretsz napot, tehát akkor dobd le, vagy monokinizel, és akkor... Ez mióta egyébként nekem nem, tehát hogy nem vehetem le a felsőmet. Tekintettel vagy a közízlésre, vagy... Nem vagy, soha nem volt tekintettel. A közösség ellen izgatást nem akarod kimeríteni, vagy miért? Nem, én azelőtt simán napoztam fürdőruha felső nélkül. De hogy a gyerek ne lásson? Nem, hát a férje. Nem, hogy a... Cicíri? Ja, férje, hát most a gyerek volt, de most már egyébként elég megindult, sudár legény lett belőle. Van ilyen, hogy egy pasi cici irik? Igen, hogy más ne bámulja az ő felesége mellét. Ráadásul, de ugye, hogyha egy olyan strandon vagy, ahol minden második nő melltartó nélkül rohangál, ott ez nem tűnik föl, hogy rajtad sincsen. Aha. Mármint, hogy nyilván rajtad fura lenne, hogyha lenne, de rajtam akkor, hogy... De ez rád nem jellemző, te nem vagy fütyirigy. Nem, persze. Hát lesz szépen egyenletesen. Mondjuk ezt a monokinizést én egyébként mindig kicsit sima, ahol gyerekek rohangálnak, meg ott űz egy almád és strandon, ott kifekszik, és akkor három nő ott ledobja, azt valahogy egyébként én sem tudom. De miért? Nekem miért? Is bajom van vele. Nem tudom megmondani. Tehát, hogy nem tudom. Tehát valahogy külföldön számomra sokkal természetesebb, hogy látok monokinézőket. A Dunaparton más lemész, és ott valaki levesz ide egy strandon, ahol egyébként idősek, fiatalok, gyerekek, ott kirakja, és általában egyébként tehát olyan mellű nők rakják ki, ami nem biztos, hogy... Hogy kellene, ki akarja rakni. De most miért? Fura. Te is félmeztelenül mész ki a strandra? Lehet, nem, igen, fura, hogy ott jössz, mész a gyerekkel, tudod, és akkor ő három nő fürdőruhában, és ezért csak meglátsz egy ilyen... Én nem vagyok ilyen erkölcsös, nem mondom, hogy a gyerek szemét takard el, meg jaj, a gyerekek, meg ha ezt látják, csak nekem is fura, hogy állsz a lángosnál, és beáll valaki, tavaly beállt úgy mögém egy nő, egy 50-es nő, hogy nem volt rajta melltartó. És az a kened, aki sajtos tejfölösedet érted, ott füredin, és bennáll a nő, és néha így kicsit így hátba ver, mert azt hiszi, hogy ő kerül sorra. Mert hirtelen megfordult. Fura volt. Legalább akkor vegyem föl úgy melltartót, hogy oda megy a lángososhoz. Ott vegyem föl melltartót. A ti feleségeitek soha nem veszik le sehol? Hát, Viki nem még szokott. Még külföldön sem? Nem nagyon. Nem. Tehát én nekem úgy kell takargatnom állandóan. Na, nem, te is cicíri vagy? Abszolút nem. Nem? Abszolút nem. Te körbe viszed, meg. Ami az enyém, a tied is, és elvárom fordítva. Igen? Hát ma már... Ti is ketten, mi is ketten? Te így nyaralsz? Vannak olyan dolgok, amit például nem csinálnék. Tehát 20 évesen, akkor volt egy barátom, akivel elmentünk mondjuk a Széchenyi fürdőben, és akkor ott volt a baráti társaság, és akkor én és akkor például... és levettem a fürdőről a felsőmet, mert nem éreztem kellemetlennek. Ma ezt tök kellemetlenül érezném, hogy ott ül a baráti társaság, és én ülök ott egyedül félmeztelenül. Akkor ez valahogy nem volt fura. Várjál, Széchenyiben nem külön napozó van a nőknek? A van, persze, is voltak. Az is. Na hát azért arról azért tudnék mesélni, hogy ott mik vannak fönt. Atya, úristen, ha ki akarsz ábrándulni a női nemből, akkor csak oda kell fölmenni egy ilyen látogatásra. Nekem az mindig egy, nekem mindig egy ilyen, hogy hívják, volt egy ilyen... Vágyálom, hát, hogy ezzel az Olimpus. Megérkeztem. De a cicírik palikat egyébként nem értem. Tehát visszatérve erre, tehát mondjuk ledobnád a fölsődet, és ő nem engedi? És azt mondja, hogy vedd vissza, mert bámulják a melledet? Igen. Nem, de egyébként érdekes, hogy a nászutunkon, külföldön, Trogirban, ott ezt
hagyta ott, ezzel nem volt gond. Büszke volt. Hát meg az még az elején meg volt. Meg hát igen, persze, hát akkor szülés előtt, persze. Trogírban volt, de miért nem fürdőruhában ment? Mi ez a fura, ez a fura népviselet, hogy miért kell trogírban lemenni a partra? De itt Magyarországon, tehát hogy... Ez amiről, hogy miért kell ilyen trogírságot csinálni? Itt nem örül neki. Sose tette szóvá, tehát nem volt az, hogy egyszer csak levettem, odafordult, és azt mondta, hogy és arra is féltékeny, ha mondjuk az utcán megnéznek téged? Tehát látja, nem, hogy egy pali bámult téged? Nem, akkor... nem, nagyon büszke. Hát azt ti biztosan tudjátok, hogy én nem nagyon hordok melltartót. Hát de én ezt még soha nem vettem észre. Nem, komolyan nem láttam. Nem hordasz melltartót? Hát egyszer már a Jani azért már szóvá tett. Mondjuk a Jani kiszúrja ezeket, igen. Hát, de mit mondtál, hogy meg vagy dicsérve, Júli vagy? Nem, azt mondta, hogy tetszik a kokárda. Tetszik a kokárda. Csak miért tettél fel kettőt? Igen, furcsa volt egyébként. Júli, már március 15-én megvége, hogy négy hónappal ezelőtt, hogy érted. Persze, mondjuk el, hogy együtt. Ilyesmire nem rág be, de érdekes, hogy például akkor, amikor meg Szerbiában voltunk, akkor rám szólt, hogy vegyem föl, mert ott nő nem megy végig melltartó nélkül az utcán. Hát kicsit igen, elszent, de most örül neki, hogy így sültél le, mert így legalább villanyatos után is megtalál. Így biztos. Megáll a forgalom, kiállok is. Sose értettem, hogy mondjuk azt, hogy nem szereti, ha levetkőzöl, az oké. Okay. De hogy egy pali ugrik arra, ha megnézik a csaját. De nem, állj. Nem azt mondom, ha mondjuk, mint a csaj szeret monokinizni, és akkor ő azon ott fölhúzza magát. Hát nem viszik el a melledet. Hát persze nem viszik el, de nem értem egyébként, mert a Miró egyébként alapvetően büszke rám. Volt egy kis megingás a mondatnak. Nem. Abszolút büszke arra, hogy én vagyok a felesége azokkal a paraméterekkel is, amik nekem vannak, és nyilván nem irigyli senkitől, és nyilván nem gondolja azt, hogy ha én kiteszem, akkor azt más elveszi, vagy megnézi, de valószínűleg feszengene mellettem, hogyha ott állnék, vagy feküdnék cikkel, és akkor igen, hogy ott nyilván ő is félmeztelenül fekszik mellettem, de fura. Tehát nem de és akkor betakar vagy valami? Nem, egyszerűen nem veszem le a mellett. Terít egy pokrocot, vagy? Ja, nem veszed le. Tehát most van itt például a két melltartó között, itt tök hülyén néz ki az egész, mert hogy itt van egy ilyen nagy fehér cici, és középen van egy ilyen karika, mert úgy sültem le, hogy ott középen van egy ilyen kis összefogó. Hát rajzolj fel egy háromszög középen egy karikával, teljesen úgy nézek ki, mint egy amőba térkép. Na és milyen volt a szálloda? Igazi retro balatoni szálloda? Vagy? Nem, egyáltalán nem retro, egy négy csillagos szállodában voltunk, viszont olyan volt, mint egy retro balatoni. Komolyan? Igen. Úgyhogy ez nekem tehát a régi 70-es évek? Még néhány szálloda megragadt azon a szinten ott Balatonon. Én ezt nem tudom, hogy adják meg. Megadják a négy csillagot, hogyha van medence. Szerintem ez inkább úgy, hogy kettő fő van, és kettőt éjszaka mellé ragasztanak. Aki fölmegy egy létrára. Kicsit megkapargatod, akkor lejön. És kettő abból nem igazi. Na hát úgy kezdjétek el, hogy fölmentünk a szállodai szobába, kinyitottuk a szekrényt, és még ott volt az előző lakónak a büdös zoknia, tehát amit így bevágták. Szotyi maradék a földön. Jézus, de hol voltatok, Júli? Hát nem mondom ki a nevét, de ez egy négy csillagos szálloda. Északi part? Északi parton. Akkor szép, tudom melyik. Magas. A Mádi. Jó választottatok. Na. Szép, magas épület. És hogy nem válaszol. De, tehát igen. és tudod, az volt a fura, hogy mi úgy mentünk le, tehát ugye ezt úgy hirdetik, hogy gyere el wellness-elni, kapcsolódj, ki pihent ki magad. Hát én ilyen rosszul még nem aludtam. De jeleztétek egyébként a recepció, hogy elnézést, jó napot kívánok, hoztunk magunkkal báltázzokni, ezért ezt most odaadnánk, de köszönjük szépen a figyelmességet. És meg egy kiló szótyóla. Jeleztük, és ráadásul a végén tök ciki volt, ugye, mert hogy kicsekkoltunk, és akkor mondta az úr, hogy akkor fizessünk ki 3000 forintot azért, mert parkoltunk lent, mert hogy azért is kell naponta 1500 forintot fizetni, és akkor a Miró mondta, hogy egyébként meg én is jelezném, hogy koszos zokni volt bent a szekrényben, a fürdőszoba penészes, és egyébként két napig nem aludtunk, mert hogy a rugó kinyomta az oldalunkat. Nem mondott komolyan, éreztétek, ahogy feküdtél az ágyod, érezted a rugón? Éreztem, arra ébredtem föl éjszaka. Tehát kilógott a rugó, csak azért nem dobta át. Ez az igazi retro balatoni nyaralás, nem? Vissza a 70-es években. Csak azért nem dobta át a húzatot, mert hogy vastag volt ez a húzat rajta. Uh-huh. De hogy egyébként ott már kilógott, tehát az már tönkrement réges-régen. Uh-huh. És tudod, az a szörnyű, hogy jó, hát mi kuponoztunk, de hogy egyébként ebbe a szállodába egy éjszaka ilyen 30 ezer forint környékén van. Tehát, hogyha kifizettem a teljes árat, én ott robbanok föl, mondjuk hogy mit felháborító. Képzelnek. Azért, mint szolgáltatás, az, nem? Az, és büdözokni a szekrény, milyen szotyóla, és kiálló rugók az ágymatracon. Ezt felülvizsgálják egyébként, szóval néha elmennek ilyen revizorok, és akkor akik megkapták a négy csillagot, elmennek, néha alszanak ott egy-egy éjszakát, és hogyha nem olyan a minőség, akkor visszavesznek. Igen, elmennek, de aztán nem látják őket többet.
Elvileg kellene, persze. Hát valószínűleg még 1974-ben kapta meg a 4 csillagot, és azóta nem nagyon volt semmiféle beruházás. Igen. Tehát egy kicsit lerobban. A teraszra mi jutunk egyedül, és 4 óra után bement a férjem, hogy akkor kérjen egy kávét. Ez döbbenet. Mert nem szokták meg, hogy ott ülnek. Na de én ezt értem, hogy betanulós időszak van, meg előszezon, meg akármi. De hát akkor is. Tehát, hogyha nincsen nem semmi dolga. Nem szokták dolgok. Meg, hogy ott ülnek. Hát hosszú volt az ősz, hát elszoktak hát a vendégtől. Messze volt az előző szezon. Igen, igen, nem szokták meg, hogy nyitva van a terasz, és kint ülnek az emberek. És olyan nem volt, hogy Miró mondta, hogy hagyják, csak szakács vagyok, megcsinálom. Hát de pont ez volt, hogy a végén visszavitte a csészét, mert látta, hogy elúszott a szerencsétlen csóka, mert aztán kiültek már 6-an. És az már mondjuk komoly tömeg. Az legalább 3 asztal. Az előző szezonban csak 3-an voltak. Az legalább 2 cappuccino, meg 3 epergófa, 1 epergófagylalt. És olyan fura egyébként, mert én szoktam itt pironkor valaki reklamál, és volt lent egy úr a reggelinél, rohangáltat föl alá a pincér, és aztán mondta neki, szóvá tette, hogy azt ugye tudja, hogy külföldön hogy néz ki egy 4 csillagos reggeli. Tehát, hogy néz ki egy pult. Hát nem így néz ki, azt ugye tudja. Mondtad neki? Nem, mondta ez az úr. És én éreztem magam kellemetlenül, hogy ott számon kéri, hát mégis mit lehetne még kitenni? Mert én még soha nem voltam 4 csillagos szállodában külföldön. Ja, megkérdezték, hogy még hiányzik-e valami reggel? Nem, hát ott az úr szóvá tette, hogy azt ugye tudja, hogy én most itt annyi pénzt hagyok itt, ezért a 3 napért, mint amennyi egy magyar átlagkereset. Hát ez a reggeli pult nem úgy néz ki, mint amiért megérte volna kiadni ennyi pénzt. És az a fura, hogy én ilyenkor én érzem magam kellemetlenül, hogyha egyébként nem én, mert én egyébként soha szóval nem tennék ilyesmit, de hogyha más így leszúrja ezeket az embereket, miközben tök igaza van, hogy ott van egy valagra való pénzt, és nem 100%-os a megelégedés. Hát és sok család erre gyűjt, tudod? Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy most oké, egyszer lementem, nem sikerült, hanem rengeteg magyar családnak ez az éves nyaralás. És erre van a kiegyező egész évben. Ezt várják, elköltenek rá 3-4 éjszakára mondjuk 100 000 forintot, és ezt a bitangrosz színvonalon aluli felháborító szolgáltatást nyújtják. Tehát ugye szóval ez a megdöbbentő. Igen, hogy mi 2 évente egyszer jutunk el így 2 napra, és hát ez a 2 nap most mit mondjak, nem volt. Jó, de éjszaka beleúsztatok, nem? Szóval azért nyugtass meg, hát, hogy a rugó állapotátok magatokat. Azért letettétek a gyerekeket, ez ritkán van. Hogy azért... hát abból tudtam, hogy le vagyok kékve, hogy fájt a térdem. Igen, ja, egyre jó. Igen. Feladt kényelmetlen ez az ágy, féljül ér, átfekszem. Na jó. Én lehet megkérdezni, mióta vannak együtt 10 éve, akkor adjátok nekik a rúgós ágyat, feküdjenek egymásra. Ezek is jó. Párkapcsolati jellege. Figyelj, van ilyen. Írjatok be a véleményekbe, azért azt nagyon nézik. Én szoktam. Tehát ezt nyugodtan a Bookingon meg egy csomó helyen tudod véleményezni, akkor azért ott lehúzgálják a szállodát, annak nagyon nem örülnek. Írjátok be, beírom, hogy mi volt. És egyébként az a fura, hogy most augusztusra vagy augusztus végére foglaltunk szállást, úgyhogy elmegyünk a gyerekekkel, és miután már elküldtem az előleget, néztem meg, hogy milyen szállásra foglaltam. Mondjuk ezt előre mondhattad volna, mert én sokat vagyok ott, és én tudtam. Már nem ebben a szállodában, hanem azon a környéken. Hát akkor utána majd megbeszéljük, de az a lényeg, hogy visszaolvastam 3 évre visszamenőleg a panaszokat, és ugyanazok a panaszok ismétlik magukat 3 éven keresztül. És semmit nem csinálnak. És ezek szerint semmit nem csinálnak. Hát tartják a színvonalat. 3 éven keresztül ugyanazok a panaszok jönnek vissza, akkor nem lépnek semmit. Ide egy hallgat, hogy a Szotyi bolitével nem a pintér szállt meg. Ott. Zokmi és a Szotyi. Tényleg. Zokmi. Gyerekek, Szotyi. Nem lehet, hogy a magyar válogatottnak volt valami összetartása Almádiban? Igen, és egy batizarckép. Lehet. Ja, és akkor végül is 2 éjszaka? 2 éjszaka. Mm-hmm. Viszont iszonyú jól tettünk. Na, de nem ott. De nem abban a hotelben. Ja. De nem ott, a reggeli vacsora. Tehát ott azért volt, tehát félre ne értsd, nekem az a reggeli, ami ott volt. Az neked elég, azért csak az nekem, a férjed. Az nekem az jó volt. Nem, ő is jót kaját, de ott volt egy úr, aki reklamált, hogy ezt egyébként máshol 4 csillagon külföldön, ez nem így néz ki. Tehát ennél sokkal-sokkal többet kaphatsz, sokkal többféle étel közül válogathatsz. Ez Magyarországon a 4 csillag. És akkor neki csináltak egy jó vacsorát, de a felét meghagyt, és átültetek, amikor majd... Egyébként másnap reggel megkaptuk reggelibe ugyanazt a majonézes burgonyát, ami előző este ki volt rakva. Ez úgy szeretem, amikor fölismerem, tudod, hogy ez a tegnapi ez a tegnap előtti vacsorára. És ezt így szépen összeteszed. Jó, majd adásunk kívül ezért mondd meg, hogy hol van, ez nehogy ráfossuk. Hát ezt már hallott. Mondd, már megvan, persze, jó. Persze, már mindenki tudja, de mondom neked. Akkor ide nem mentek vissza. Hát ide nem. Az öcsémiknek most lesz az esküvőjük, és én foglaltam nekik Nász útra, és én ide tárgaztam. Ha jó fej vagy, befoglalod. Aha. Igazán jó arc vagy, befoglalod nekik. De nem ide foglaltam, most kíváncsi vagyok, hogy ők milyen tapasztalatokkal jönnek haza egy másik helyről. Balaton szintén? Azokat például 3 napon keresztül telefonon nem tudtam elérni. Már szállodát? A szállodát.
pedig az is egy négycsillagos hűde hideg klassz. Hogy maradnak életbe ilyen hotelek? Nem, tehát, nem hogy hiszem ezt, hogy értem. Tud egy ilyen hotel? Valószínű mindig arra bazíroznak, hogy van új, aki elmegy. Így van. Soha senki nem jön vissza, de nekünk nem is az kell, hiszen van elég új, aki még nem volt itt. Nem? Én azt gondolom, hogy azért ilyen fizetőképes közönségből egy idő után nagyon hamar elfogy Magyarországon. Hát ez a szálloda, ez 20 éve működik, vagy 30 éve, tehát látod, ez megy, hát ez egy nagyon régi szálloda, ez, hát ez egy nagyon régi is szálloda, látszik rajta. Nem, ez egy nagyon régi szálloda, amit 10 évvel ezelőtt újítottak föl, de az uh-huh. valószínűleg azóta nem nyúltak hozzá. Még lehet, hogy az egyik gipszkartonozó hagyta ott az okniát a szobátok. Igen. Mi lehet a gipszkarton? Emlékszem, hogy a cimbora táborokat itt Albániban ugye ott rendezték, és a rendezők, meg a nagy emberek ebben a szállodában szálltak. A versíró cimborák, meg azok lent a parton voltak. Na hát az is milyen világ volt. A cimbora. A cimbora. Most még nem tudom. Jön, mindig jön. Ti ott lehet, mi itt fönn? Nem, szuper volt. Nem tudom, nem panaszkodhatok. Ez nagyon jó volt. Na jó, de azért pihentél, barnultál. Égtem, de így lesz egyszer barna. Jó van, és van egy fél pár zoknitok is, aminek már csak a másik felét kell megtalálni. 3-4-10 lesz pontosan, 7 perc múlva jövünk mindjárt a Sony játékunk nyertesével. Jó, aki óra nyertes volt tegnap, illetve hármas ugrás játszott, figyeljen, mert hogy valaki nem sokára nyer egy, vagy egy tévét, vagy egy telefon, és mutatjuk mindjárt a nap legjobb pillanatait is. 3-4-10 lesz, 2 perc múlva hello mindenkinek. Ma repülök Írországba, hiányozni fogtok. Minden reggelem úgy indult, hogy a rádiót bekapcsoltam, és mosolyogtam, ti voltatok a kávén, puszi MS-e. MS-e, hát online azért lehet minket hallgatni. Lehet. Morning Show-s applikáció is letölthető az App Store-ból, ott van a morningshow.hu, azon még jobban jön az élőadás, úgyhogy... A torrent oldalakat nem is mondjuk. Dehogy nem. Az is nagyon jó. Bali nagyon szereti. Úgyhogy bárhonnan tudsz minket hallgatni. Épp parkolok az Erkel utcában, titeket hallgatok lehúzott ablakkal, és az imént jött ki egy férfi az üzletből, hogyha ennyire szeretem a Sebestyén Balázsokat, és nem akarok bajt, vagy álljak el, vagy agyon leszek ütve, mert ők meg dolgozni akarnak valami irodában. Mit csinálja, kérdezi Dezső. Miért megfenyegetsz valakit azért, mert egy rádióműsort hallgat hangosan? Nem? Na jó. De most nincs ajtó azon az irodán? Igen, mindegy, és csak érdekesség kedvéért beolvastam, hogy milyen emberek vannak. Jani, látod, megint miattad. Komolyan. Igen. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, miről is beszélgettünk. Egy érdekes gorillás történetre bukantunk az egyik bulvárlapban, mert hogy ugye a Santa Cruz-i állatkertben egy riadót fújtak, és elpróbálták azt, hogy milyen, amikor ugye a gorilla kiszabadul. De hogy ezt egy kolléga ott magára vállalta, fölvette a gorilla jelmezt, és eljátszotta, hogy ő kiszabadult. Mire az egyébként az esetről és a riadóról semmit sem tudó állatorvos leszette egy kábító lövedék. Mert hogy azt gondolta, hogy a gorilla valójában kiszökött. Ami nagyon durva agylágyulás például, nagyon furán mozgott a gorilla. És a 200 kilós dózist megkapta egy 80 kilós ember, aki egyébként elvágódott, és egy órán keresztül nem is nagyon tudták magához szélíteni. Erről beszélgettünk, hogy ez milyen érdekes eset, illetve hogy hogyan lehet állatot hamisítani, ha mondjuk nekünk lenne állatkertünk. Illetve az elsötétítés is szóba jött, mert hogy kiderült, hogy az egyik kereskedelmi csatornát 10 perccel később kapcsolták vissza, mint a többit. Próbáltuk megfejteni az okát. Biztos, ami biztos. Próbáltuk megfejteni az okát, hogy ez miért történhetett. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 7 perc, pontosan 10 óra hívjuk a Sony játékunknak a nyertesét akkor. Először ugye vagy tévé, vagy telefon, ami közül választhat. És... nem sokára fődíjat is sorsolunk. Igen, tessék. Halló, jó reggelt, Balázs, hello. Halló, szia. Hello, itt a Feri meg a Jani is. Hello. Szia. Margit, szia. Margit. Hát én itt mindjárt elájulok. Na, ne csinál. Hát ilyen nincs. De. Itt vagyunk. Igen. Óra nyertes voltál? Igen. Igen, a Csabinál gondolom én. Igen, tegnap. Igen? Honnan hívtál minket, illetve hát mi most hol értünk el téged? Most itt van vagyok, Monoron. Monor. Aha. És tegnap dolgoztál. Jól van, hogy állunk tévé-telefon fronton, Margit? Hát telefonom van, tévén viszont nincs. Uh-huh. Nincsen tévéd? Nincs. De ez megfontolás, vagy... Nem, csak nekem nincs tévém. Neked nincs tévéd. Aha. Most lehet, hogy javul a helyzet. Remélem. Gondolkoztál már, hogy vegyél? Vagy szeretnél? Igen. Csak hát egyszerre nem megy minden. Uh-huh.
Na, hát akkor most viszont lehet, ha csak nem a telefont választod, mert hogy az is lehet. Nem, én inkább a tévét választanám. Aha, hát ez egy 32 szolos, ez egy 81 centis, azért az nem kicsi, full HD. Full HD. Full HD. Akkor ehhez nem kell szemüveg. Ehhez nem. Ehhez csak be kell dugni a kábelt. Nem? Meg a konnektort. Így van. Na, és ha szerencséd van, akkor a szolgáltató már visszakapcsolta. Igen. Igen. Figyelj, Margit, hogy állunk foci VB-vel? Nézed, hát tudod? Én nézem. Szeretem nézni a jó focit. Szereted nézni a jó focit. Azt is tudod, hogy mikor kezdődik? Csütörtökön. Igen, mert hogy így szól a kérdés, hány nap van még hátra a foci VB kezdetéig? Hát mi van ma? Péntek, szombat, vasárnap, hétfő, kedd, szerda, hét. Így van, hat. Hatot jó, mondott, a válasz. Ugye? Jó, így van. Így van. Nagyon ügyes vagy. Egy héten belül indul a végén. Ugye hát a pénteket nem kell beleszámolni, tehát szombat, vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök, tehát tulajdonképpen hat nap. Így van, de jól mondtad. Egy 32 szolos 81 centis Full HD Smart LED TV-t adnánk neked ajándékba. Istenem, hogy mi vádok bennetek, ezt szóval el sem jöttem, Isten bizony. Hú, az egész munkahelyem szurkolt. Tegnap. Ja, hogy hát ha bekerülsz majd, mint igen, holóra nyertes. Igen. Aha. Na. És a kisöregeim is, mert én időseket ápolok, és ők is azt mondták, hogy hú, majd szorítanak nekem. Jaj, de jó. Hát akkor meg pláne jaj, jó nagyon. Helyre megy. Egy-két hét és föl tudod tenni szépen egy kis konzol segítségével a falra, jaj, és Istenem. Lesz egy gyönyörű szép tévéd. Ivádlak benneteket. Mióta nincs tévéd, Margit? Hát olyan 4 éve. 4 éve. 4 éve. Aha. És volt, csak aztán azt mondod, hogy nem volt, kell, és utána... Ugye, nem volt, és ugye itt a gyerekek azért már megnőttek. Uh-huh. És hát valamiért. Úgyhogy mindenkinek van tévéért, csak kimondotta nekem. Hasznos, egyébként hasznos az, de nyilván azért az ember meg rajta azért közön megnézne egy jó sorozatot, igen, vagy igen, egy jó... Igen. Persze. És akkor 4 év után végre kapsz egy tévét, de jó? Igen, de nagyon. Hát akkor ez nagyon. Istenem. Mekkorák a gyerekek? Hát már nagyok, 27, 24, 23. Aha, kirepültek? Nem. Hát akkor nem is nagyon úgy néz ki, hogy valamerre mennének, úgyhogy... Hát akkor de viszont a család tud együtt majd esténként akkor tévézni. Jó, Margit, örülünk! Így van, én is. Köszönöm szépen, sziasztok! Ciao, szörnyom! Hello. De jó helyre ment, nem? Egész héten jó. Igen, minden, hál' Isten. Igen, senki nem mondta, hogy jó lesz a budiba hatodiknak. Kicsit csomagoljuk, mert van öt, egyelőre nem tudjuk hova tenni. Hogyha a nagy plazma annyi helyet elvesz a nappaliból. Hál' Isten, de tényleg. Na. Morning show. Ó, hát már azt hittük, hogy esetleg fel sem veszett. Kottó, hello. Igen. Hello, azt írtad nekünk, Julinak mondjátok meg, hogyha kell az okni párja, akkor az nálam van. Véletlenül a párom harisnyáját nem találta meg. Ezt írtad nekünk SMS-ben, ezzel telettél a nap hallgatója. Na, köszönöm szépen, nagyon örülök neki. Egy szép kis ajánlat. Mondjad? Nagyon rég próbálkoztam már nálatok, de még nem sikerült. Na, hát akkor most egy szép kis ajándékcsomagot küldjünk neked, hol hallgatsz minket, hova küldjük? Épp autópályán vagyok, egyébként a Miskolcon. Miskolci vagy. Oké, Kottó, köszi, hogy minket hallgatsz, jó volt az SMS-ed, úgyhogy szerintem köszönöm. Egy héten belül megvan az ajándékcsomag. Jó, küldjük rendben, neked. Köszönöm. Hello. Ciao, hello. Csabi még túrázik? Bizony, hát ők pirossal. Sőt, egészen hétvége is. Tényleg? Ott lesz, majd már akkor a garami lesz. Megy a kamion össze-vissza? Aha. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel. Hát szevasztok. Hello, Csabi. Én még mindig itt vagyok a Balaton partján. Futottál ma reggel? És futottam ma reggel is, így van. Nagyon jó. Megvolt az Edda koncert. És tegnap egy óriási Edda koncert volt, ami önmagában is ugye egy nagyon nagy esemény, de az, hogy én is ott voltam velük a színpadon, egy kicsit emelte a fényet. Mit nyomtatok közösen? Elhagyom a várost. Hát Istenem, azt még a Best of-ból is. Egy régi szép klasszikus. Az játszottuk ezt még a Ferivel is. Bizony. Igen, abban nincsenek magasok. De én tettem bele mégis. Jó, merre vagytok ma, vagy merre lesztek? Itt vagyunk most jelenleg az Open Road Fesztivál helyszínén, tehát a kempingben.
De már el fogunk indulni, ugye minden évben van egy ilyen úgynevezett memory run azoknak a motorosoknak az emlékére, akik elindultak, de sajnos nem sikerült megérkezniük a célba, és felmegyünk Veszprémbe, ott lesz egy ilyen bemutató, meg megemlékezés a sportcsarnoknál, és aztán visszatérünk. Tehát igazából jövünk, megyünk ma is, egy kicsit itt is vagyunk, ott is vagyunk, és aztán délutánra megérkezünk, és innen megy majd a piros műsor a klassz délután. De jó, tehát akkor ott a Balaton környén meg lehet benneteket állítani. Így van, így van. Akaliba megyünk, és onnan megyünk Veszprémbe fel. És aztán vissza ide Alsóörsre. És valaki... mindeközben játék is van, figyelem. Igen. Foci VB. Az csak el kell küldeni SMS-ben, ugye? Így van, és a napi fődíj sorsolása ma fog megtörténni a pirosnál, mert ugye hétfönti nem vagytok a pünkösd miatt. Kedden pedig már a fődíjat fogjátok átadni, a luxus apartmanos baráti társaságos 4K-s Ultra HD TV-set, úgyhogy ma délután fog kiderülni, hogy kikapja vagy az okostelefont, vagy a Let's Smart TV-t. Jól van, Csabikám, mondj egy zenét gyorsan. Mi lesz? Remek? Remek lesz valami, ma is? Valami klasszat mondjak? Hát, tudsz más. Figyelj, nem, csak klasszak vannak. A Coldplay-nek az újdonságát ajánlom, ami szerintem nagyon jól sikerült. A Coldplay szerintem egyre jobb. Sky Full of Stars ez a címe, a legújabb lemezükről, vagy a legutóbbiról. Oké, meghallgatjuk. Köszi, Csabi! Szevasztok! Hello, mi a recept, Feri? Kérlek szépen, falafel. Na. Azok a kis golyócskák, amiben nincs húsi. Az jó. Az ezt jó. Nagyon sokan szeretik, itt, hát ahol van török étterem, ott szoktak venni, egy trükkje van, azt meg jól leírtam, és akkor ebből lehet szépen ilyen csinálni egy kis szendvicset, és akár vegások is örülhetnek, azért intettem hozzá egy kis hús, már nem a falafel golyóba, hanem mellé, ennyi a dolog, és mielőtt meggyanúsítasz, körbe kérdeztem vidéki ismerőseimet, mert ehhez csicseri borsó kell, hogy lehet-e kapni maguknál csicseri borsót, azt azt mondták, hogy van. Jó? Tehát, hogy ne legyen az, hogy már megint izé, mi van benne? Ez jó a humusz, az jó. Az jó. Igen, az már feldolgozott forma, de a csicseri borsó így van, de a krém ez nem jó hozzá, hanem rendes borsót kell lenni, úgyhogy ez van. Jól van, jó? Recept ott van a Facebookon, fotóval minden nem. Oké, mindenkinek jó hétvégét, hétfőn nem jövünk, ugye, mert hogy pünkös van, kedden találkozunk. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao.